Szép estét kívánunk, kedves nézők, hölgyeim és uraim, köszöntünk mindenkit otthon a képernyők előtt. Tartsanak velünk a következő két órában, itt van velünk szerda lévén Babák Mihály polgármester úr. Szép estét, kedves mindannyiuknak. Polgármester úr, telefonszámunk, tehát az élő adás hívhatósága. Tozatlanul 6 és 400 ezer az est folyamán. Talán egy olyan témába kezdünk, amelyik szomorú módon a legaktuálisabb, hiszen egy búcsúztatóról érkezett polgármester úr. Igen, a Szentvára templomban most vettünk végső búcsút szomszédunktól, Lacitól. Tilafó utca 18-ban élt, és 50 éve élt Szarvason, és vadászként ismerték sokan, az Öki volt dolgozó, aztán dolgozott más helyütt is, azt hiszem a Geomarknál, meg a minden Barexnél is, és vadászoknál volt Isten igazából. Ő nyugdíjas éveiben is. Épp ezért sokan találkoztak vele. Vadásztársaság, egy szép népes társaság és összetartók is. És a kisatya Espres úr felvállalta azt, hogy a ma esti szentmisét felajánlott a családnak, és nem régiben ment. Tehát elég hosszú volt ez a utóbbi időben, méltósággal tűrte, mert komoly betegsége volt, de győzött a kór, és hiába volt műtét, hiába volt kemo, elment a Laci közülünk. Mindig kár, sajnál az ember elveszteni jó ismerőst. A legutóbbi nagy sztorink az volt, amikor vettem egy ilyen kis elektromos hómarú masinát. Nem volt értékelve, több mint fél év, vele egy kicsi, egészen potom összegben volt, és mondta, hogy fotózzuk is leült, mert ő az utcát végigtakarítja, és minden udvarba is bement, és megcsinálta. Vettünk egy 50 méteres kábelt, meg ezt a masinát, és akkor nálunk rend és tisztaság volt az utcán, és miután meglett ez is, a járda is rendben volt, akkor az udvarokat is szépen ugye félredobta ez a ilyen kidobós típusú kis hómarú. Egy kis játékszer, de bírja a teljesítményt, és mondom, végtelen olcsó volt, hogy megérte, mert azért mind a ketten nehezen bírjuk már lapátolást. És az egész utca örült annak, hogy Laci segített nekünk. De minden másban a kerékpárt kellett fölfújtatni, neki kompresszora volt, hogyha meg kellett hegeszteni egy darab vasat, akkor azt is megcsinálta. Szóval mindenki szerette az utcában, imádták őt, mert szép két nagy kutyája volt, a vadászatnál használt, de azok is jöttek mindig hozzánk és köszöntek, bejöttek az udvarba, és mindig beszélgettünk. Fáj az elvesztése, itt voltak a gyerekei, és a munkatársai is, és kis plébános úr, Esperes úr ezt a szentmisét neki szentelte. Úgyhogy most onnan jöttünk, és azt hiszem, hogy a múltkor nem osztunk szóba két pedagógus, az egyik az mindenféleképpen Tiszavárné, aki hasonló módon elment közülünk, és nekem nem volt tanárom, de én mindig a női tanárnők példaképének tartottam. Tisza igazgató helyett, és vonalas volt, kemény volt, és határozott, de ugyanakkor mosolygós, következetes. Rengeteg jó tulajdonsága volt, és hát ugye olyan tantárgyat tanított, emlékszem, a gimbe matematikát. Fizikát. Fizikát. Lehet, hogy matekot is nekünk fizikát. Úgyhogy amiben nem nagyon lehet félre beszélni, mellé beszélni, úgyhogy ő szeret, sarkosan gondolkodott a szakmát illetően, mert ott exakt szabályok vannak, az nem egy líra, nem egy magyar tantárgy, nem egy történelem, amiben sok mindent be lehet néha alkalmasint következtetni, meg nem egy verselemzés. A fizika, matematika az ilyen strikt tudomány. Én többször találkoztam vele, ő volt az igazi háttérmunkás, aki ügyelt a rendre, a nyilvántartásokra, meg a beosztásokra, a tantárgyprogramokra. Nagyon megbízható volt, és én úgy tudom, hogy sokan szerették is őt. A diákai biztos, bár a tantárgya nem egy szeretre méltó tantárgya. Igen, de a következetességért. Azt mindig tisztelték a gyerekek, és nagyon fáj, hogy elment, és hogy ő ennek a Covid-nak lett a találatota, és a férje is gyengélkedik most. Remélem, hogy... Hát bízunk benne. És ugye három testvér, az elmesek egy történetet, nekem minden nem valamivel, sok minden összejut, de már visszaemlékezik, és én emlékszem még, mikor fiatal technikus voltam, és az építőipari szövetkezetben dolgoztam, a járási tanácselnök kinézte az ő házukat.
a Tiszavári Egyházát, és megszerezte. Kis átjutották, és ők úgymond mondták, hogy akkor építsenek maguknak. Itt volt ugye, most a színésztaknak vettük meg. Így van. A színitanodások és a segítők vannak abban a házban. Egy manzártetős ház, ritkosság volt az Szaroson, manzártető. Bár abban az utcában volt még egy, amelyik most ugye a őrzővédő szolgálatunknak, a közbiztonsági centrumnak a főnöke, vagy a székhelye. És érdekes módon, innen ugye csak mellesleg tudtam, mert a VB, a tanács VB intézte ezt a dolgot, és hát ők, én láttam, szomorúak voltak, hogy ott kellett hagyni a szülőházukat, a lányok, három lány, három jellem, három mentalitás, úgyhogy, és még alakra is különbözőek, de én szerintem ő volt a legidősebb valószínű, ha emlékszem. Igen. Ő volt a nővér, és ez is egy komolyságot jelentett nála. De mondom, nekem mindig tudott kacsintani, mindig tudott mosolyogni, úgyhogy én csak úgy emlékszem rá, mint nem diákja, mint építőiparos, és ő, hogy mondjam, meg volt velem elégedve, mert nagyon mi építettük a házát, lakásukat itt, és aztán a szüleinek is, aztán parkettáztunk is. Nekem olyan kiváló kollégáim voltak, én olyan sok jó munkás emberrel dolgoztam, a Bába Jani bácsiekkal, mai napig azt mondják, az a parketta úgy áll, hogy ezt leraktuk annak idején. Bába féle. Igen, meg Petrás, meg Misi. Szóval volt egy jó csapat ott, és az régi építőipari szövetkezet, majd aztán vasipari építők jelet. És a szüleinek is dolgoztunk, és úgy megvoltak Sanyék, Tiszavári Sanyék úgy elégedve. Szóval ez a három lány és a kedves nővérük az most elment. Ami biztos nekik is, és osztozunk a fájdalmukban, mert hogy fogadják őszinte részvétünket. És mondom, én fiatal szakember voltam, és jól esett, hogy ők ezt komolyan vették, és értékelték a munkámat. Biztos pedagógus volt, és tudta, hogy ha valami jó, akkor azt meg is kell dicsérni, mert az az ember szárnyakat ad alkalmasint a diáknak, ezt ő az életben is gyakorolta. Úgyhogy biztos sokan emlékeznek ebben a városban, a gimnáziumban jártak, azt hiszem minden gyermek emlékszik rá. Hát hogy nem. Most már kevésbé fiatalok. Régen 67-ben kezdett tanítani a Vajdába, és aztán 18 éven keresztül, későbbiekben 18 éven keresztül volt, ha jól emlékszem. És még az ő idejében, mert ugye Szönyi Sanyi bácsi is ott tanított. Hogyne. És Sanyi bácsi ugye a kémiát? Ő a kémia. És ki, ő is volt a biológus is? Inkább kémia, ugye? Kémia. És aztán ugye eltűnt az egész szertár, meg a kísérletek, a kémia terem pedig építettünk odaért, és aztán úgy nem volt gyakorlat, pedig azt tudta mindenki a szakmában, hogy a szemléltetés, a gyerekek vizuálisak sok esetben, és a kémia kísérletek azok életre szóló élmények, és sok mindent meg lehet játékosan érezni. Hát ezt öveges professzor pontosan igen, tudta annak idején. Sanyi bácsi pedig megszámolta ott valósággal a szemléltetésnek, különösen a kémiával kapcsolatos ipari technológiák mestere volt. Tehát fantasztikus modelleket. Mindenféleket mondtak róla, meg voltak ilyen viccei, meg a lányokról, meg a fiúkról. Hát azok voltak. És én emlékszem rá, hogy mikor már egymaga volt, és nagyon nem járt be a gimnáziumba sem, akkor eljárt hozzánk, pedig engem nem tanított, és eljött Petrát tanítani, és ő is azt mondta, hogy Klári az egy vértéki tanár, de Klárnak is ez. Tehát ők még az a régi vonalat képviselték, szemléltetni mindent, megértetni a gyerekkel, hogy gondolkozzon meg, vegyen részt a dologba, a fizikába, kémiába, biológiába, és most úgy látom, hogy szóval megint sikerült folytatnunk azt a régi-régi hagyományos tanulási módszert, és kiváló eredményeket érnek el a vajdás gyerekek, és sikeresek az életben is, mert megtanították őket. Nézzék, aki követel, azt nem mindig szokták teljes szívvel és teljes egészében szeretni, de ha kicsit megidősödik és lehiggad benne sok minden, akkor azért tudni kell egy pedagógusról, hogy az mindig értünk cselekszik, még ha olyan is a dolog. No, és volt még egy óvónéni, vagy egy Dajka néni? Nem, Mártika, a Ágoston Bélánél, jaj, keresztnek a vezetője, akit ő meg ugye nagyon szerettük, ismertünk, szóval évtizedeken keresztül. Aki rosszat nem tudott mondani, és mindig olyan alázattal szólt mindenkihez, és olyan szeretettel, hogy nekem ugye utcabelim volt, és
A Vöröskeresztnél dolgozott ő hosszú éveken keresztül, akkor másfajta Vöröskereszt volt, és nem is tudom, hogy ki volt a kollégája akkor tájt. Hát én arra emlékszem, hogy között a Franco Poli nyugdíjba kerülésenyiből vette át, és sokáig vitte ezt. És ügyelt ránk, és aranyos volt, és szervezte a véradásokat, és sok egyéb mást, úgyhogy neki is sokat köszönhetünk, és elment közülünk. Hiányozni fog az arca, a kedvesség, a figyelmesség, a szeretete. Szóval vannak emberek, akik néha taszítanak is. Van, akik nem tudjuk, hogy miért nem kedveljük, de vannak köztünk olyanok, akik ugye el tudják hitetni magukról, hogy ők szeretelemértók, és őket lehet szeretni, és ők is szeretnek sok embert. Mert mindenkit nem lehet szeretni. Szóval maradjunk annyiba, hogy az ember valakivel mindig konfliktusba kell, aztán sértődés is következik belőle, de nem ez a dolog lényege. Szóval Mártika egy tiszta szív, olyan munkája volt, ami hozzáállott, mert a segítség az ő élete volt. Nem hagytunk ki valakit véletlenül a közismertek közül? Szóval osztozunk ott is a gyerekei gyászában. Úgy tudom, hogy zeneszerző, vagy pedig valami művészpálya van. Igen, egy fantasztikus zené. Zeneszerző és sok minden. Minden, ami zenével összefügg a Béla. És sikeres. És szintén zenetanár, zeneművész a Mártika is a lánya. A lánya, úgyhogy jó szarvasiak és sikeres szarvasiak és kitűnő szarvasiak, mint ahogy ebben a városban majd mindenki ilyen kitűnő ember. Persze van ilyen is, van olyan is. Úgyhogy szeretettel emlékszünk rájuk, mert fontosak voltunk az életünkben, a közért éltek, és az oktatásért, a közegészségügyért. Laci pedig hát jó szomszéd, és az utca szerette őt. Mi csak úgy hívtuk, hogy Lacika. Lacika, mert hogy 72 éves volt, ha jól tudom, és idős emberét Lacikának hívtuk őt, mert olyan lacikás volt, és úgy szeretreméltó volt. Mondom, csodálatos gyerekei vannak, azt hiszem, hogy egyik fia most polgármester Budapest alatt valamelyik településen, ezt nem éreztem meg, találkoztam vele, úgyhogy fáj, hogy elmennek, fáj. De hát az élet rendje, nem az élet nem rendje, mert rendnek nem nevezhető, de természete az, hogy jövünk, születünk és idővel elmegyünk. Nem ide kettő között hogyan telik el az életünk, hogy tudunk olyan sok szeretetre lehetőséget szerezni, hogy emlékezzenek ránk. Mind a hármukra, akikről szó volt, emlékezni fogunk, mert szerettük őket és szeretreméltók voltak. Legyünk mindannyian szeretreméltók is, és szeressenek minket. Erre az ügyeljünk. Persze olyan nincs, hogy mindenki szeret valakit, mert olyan nem lehetséges, de törekedni kell arra, hogy a békesség az mindig rajtunk legyen. Még ha néha cívódunk is. A Jóisten adja meg békés pihenésüket, kedves szomszédaimnak is, és a Tiszaváradi asszonynak is, aki az egész életét az oktatásban töltötte, és a mi gyerekeink nevelője, oktatója volt. És akkor nézzük a következő nem éppen jó hírt, hogy is állunk. Hát kedves szarvas televízió nézők, nem állunk jól. Jó, tetszenek tudni. Nem állunk jól, mert iszonyú számú a megbetegedés. Nem is tudom, hogy apostrofáljam a problémát. Láthatatlan ez a vírus. És van, aki megbetegszik, van, aki nem betegszik meg. Van, akinek tünet nélkül zajlik, és van, akinek tünetekkel, és nagyon megszenved vele. Van, aki nem tud róla, és közben covidos és fertőz. Aztán van, aki nem tud róla, covidos és nem fertőz. A francia tudja ezt az egész vírust, hogy alakult, és hogyan jött létre, de egy nagy zsivány, és illene győznünk, és csapkod össze-vissza az egész világban, Európában is, és sajnos nálunk is, és szarvas sem kivétel. Már csak azért sem, mert ugye dolgozzunk, emberi kapcsolatok vannak, gyerekeink iskolába járnak, óvodába járnak, bölcsődébe járnak, és mégis. Nem mondhatom, hogy önök a szabályokat nem tisztelik, de azért egy dolgot tisztán kell látni, hogy nem elengedő csak bíznunk, hanem cselekednünk is kell a megvédés. Saját magunk és mások megvédésében is.
Ugyanis előfordult, hogy mi magunk sem tudjuk, mint ahogy mondtam, hogy vírusfertőttek vagyunk, és ugyanakkor fertőzhetünk. Jó szándékkal megölünk valakit, vagy a közelébe vagyunk, vagy egy légtérben vagyunk, keveset szervezhetünk. Szóval minden olyan szabályt rigorózusabb. Látják, én is ilyen kis fiolákkal járok, ezt mutattam nem egyszer. Elvittem magam a templomba is, bár nem fogtunk kezet, csak ugye a szentmise végén menjünk el békességgel, és ezt éreztessük a szomszédokkal, és majdnem kedves szokása a katolikusoknak, hogy a szentmise végén kezet fognak a pacsorokba. Igen, ők. Legyen békesség. Legyen békesség ezzel a jelszóval kezet fogunk. Szóval kell hordanunk, és szóval, hogyha egy megbetegedés van a családban, először is kezdem az a legkisebb jellel, figyeljünk magunkra, mert ugye figyelik, hogy köhögünk-e, szag, meg ilyenek, meg hogy kiszáradt a torkunk, meg hőmérsékletünk megemelkedett, és ha a legkisebb jel van, akkor igyekezzünk magunkat izolálni a családon belül. Ez nagyon nehéz dolog. Aztán, hogyha kiderül, hogy valaki covidos lett, mert megvan a tesztje, vagy karanténban van, akkor pedig úgy kell kezelni, mint a leprást. Hát bocsássanak meg a kifejezését, nagyon rossz kifejezés. Tehát akihez most nem szabad hozzáérnünk, mert és etetnünk kell, és mosnunk kell, de ugyanakkor azt meg kell tenni, hogy ha kihoztuk, bevittük az ételt, akkor külön mosogassunk el, és ott használjunk hipót vagy fertőtlenítőt. Amikor mosunk számára, külön tegyük, és ne mosakodjunk ott, ahol ő mosakszik, és ne használjunk olyan dolgokat, amiket ő használ. Még talán azzal sincs nagy baj, ha légtérben együtt vannak és van maszk, akkor nem fogja megfertőzni. Ez nagyon csúnya volt a kifejezés, amit mondtam, de ténylegesen el kell izolálnunk, és az érintkezést a minimumra kell csökkenteni, és tudnék az ő érdekében is, meg a milyenkében is természetesen. Mert aki jár dolgozni, az onnan, ha ő nem is betegszik meg azonnal, kiviheti és közösségbe átadhatja. Szóval azért kell tényleg rigorózus módon, ez a legjobb kifejezés, és nagyon szigorúan a karantént is tudomásul venni, bár most az igazság, hogy ugye mindjárt kezdem azzal számolni, hogy 14 karanténusunk van csak, de ugye itt van olyan a Teslik utcában visszavonásig, aztán Veselyi utcában visszavonásig, Brigád utcában visszavonásig, Szabadság utcán visszavonásig, Petőfi utcában visszavonásig, Szabadság utcán visszavonásig, Damjancs utcában visszavonásig, Márton 15. utcában visszavonásig, Tanya második külkertben visszavonásig. Ők biztos covidosok, tehát ők otthon vannak, de nincs olyan tünetük, ami indokolta tenni, hogy kórházi ágyat és kórházi felügyeletet vegyen igénybe, akkor otthon vannak. És ők, akivel nagyon-nagyon vigyáznunk kell, az ő érdekükben is figyeljünk oda, mert gondozást igényelnek, és rosszabbodhat az állapotuk. És ha rosszabbodik, mit kell cselekedni? Házi orvos, ügyelet, mentő és intézkedni. Ugyanis van, akinél ez a ciklus elhúzódik 4-5 napig, aztán utána pedig lerobban az egészsége. Akkor van az a lehetőség, hogyha a tünetek halmozódásának első pillanatához közel ezt a nem tudom milyen tablettát megkapja valaki, akkor vissza lehet fogni a tünetek elhalmozódását, azt mondja, hogy minden hörgője begyulladjon például. És hogy megégbe szökjön a láza, meg ehhez hasonló. Tehát le lehet fékeztetni. Ezért fontos, hogy akkor mondják, hogy most már sürgősödött az ellátás, és van rá tabletta, megjött, több millió szám van, a kórházakban ott van, de csak ott tudják alkalmazni. Tehát jelezni kell azon, hogyha gond van és erősödik a tünetrendszer. És nem tudok más különösebbképpen más mondani. Nekünk pedig, ha közlekedünk a városban, ne felejtsék el, ilyen is gumikesztyű a helyes dolog. Mert egyszer szétmarja ez az alkoholos vacak idővel, de még azt is, hogyha valamihez hozzányúltunk, vagy valamit csináltunk, és tovább akarjuk magunkon tartani, akkor még azt is fújjuk le, vagy azt is, azzal is mossuk meg a kezünket. Tehát a kesztyűvel is. Itt van a fertőtlenítő is. Tehát nem fontos azonnal eldobni, mert valahol voltunk, hanem ha a kezünkön marad, ha már levetjük, akkor már baj van. Igen. De ha nem vesszük le, akkor ha másik helyre megyünk közbe, ezt is meg kell mosni, és másik boltba megyünk, meg kell fújni ez a vacakkal. Hasonló módon bánjunk a gépkocsival, annak a kormánynak megfogásával, meg nekem ostoba a tulajdonság, kijövök a boltba, akkor rágyújtok. Szóval kesztyűbe sem szabad csinálni, és ők mindig, te jó Isten, megint jelzültem. És akkor nézzük a konkrét tényeket. Van zárt időre
tehát ott várnak eredményt, az pedig Tanya a második külkeretben 11 hó 12-én rendelték el Móricz Zsigmond utcában további egy fő, 10. hó 13-án és 22-én fog lejárni, Jókai utca 2 fő, tudni, hogy nem jelenik tőle, akkor igen, felszabadítják, igen. Vagy megérkezik a negatív tesztje, és akkor a Jókai utcában van 2 fő, és még van a Jókai utcában 1 fő, összesen ott 3-an vannak, és 11-20-án jár le. És el kell mondanom, most az első időszakban 98 volt a hatósági házi karantén, és ezek közt sok volt külföldről az érkező, most viszont 474 karantén volt már a második ciklusban elrendelve, 474, majdnem 500 embernél. És jelenleg pedig 14 fő van elhelyezve karanténban. Nézzük a további tájékoztatás a gyermek- és háziorvosokról, a védőnőktől kapott tájékoztatást. A szarvasi háziorvosok nem röstelkednek, és ha önök jelzik és elmondják a panaszukat, abból ők következhetnek, hogy valószínű gond van. Épp ezért ők rendelhetik meg a PCR-tesztet, ugye, amit a mentősök vesznek le. 66 esetben kértek egy hét alatt. Egy hét alatt 66 esetben kértek mintavételt, és ebből pillanatnyilag megérkezett eredmény kapcsán 51 covidos van jelenleg a városunkban, és bizonytalan COVID-vírussal fertőtt személyről tudnak, többi mintavételek még nincs eredménye, és akkor őket addig bizonytalannak kell tekintenünk. És egy főt már kórházban ápolnak. Lehet, hogy mi kolléganőnk, kislánya, most nem tudom, számok mögött nincs is, hogy a személyiségok, és nem mondhatom, mert viszont a védői szolgálat azt mondta, nincs tudomásuk csecsemő fertőzetről, hál' Istennek. A szoros gyermekorvosok is tüsténkedtek egész erősen. 19 esetben kértek tesztet, ott is, ahol tanárnő lett beteg, ott is előfordult, hogy gyanakodtak és kértek, és ebből a 19-ből 7 esetben lett pozitív gyermekorvosoknál gyermek. 19-ből 7, 2 esetben negatív, és ugye ez pontosan 9, és még 10-nek nem kaptuk meg az eredményét. Aztán következik az, hogy a házasok tájékoztattak arról, hogy abban az esetben, ha a mentőszolgálatokat értesítik a páciens, és ők hívják ki a beteget, akkor ezek esetek nem kerülnek bele a háziorvosok heti jelentésébe, ez mennek az országos jelentésekbe, hogyha problémát találnak. Tehát ők csak, akit ők intéztek, és ők foglalkoztak vele. De az egy hét alatt szép számú az, hogy 66 esetben kellett mintavételt kérni. Ne kíméljék őket, mármint a kérést, illetve a jelzést illetően, ne várjanak a jelzéssel, inkább szóljanak már az első tüneteknél, és akkor azt mondja a doktornő, hogy tudja mit, hívjon vissza 4-5 óra múlva. Mi történik, hogy kők tovább, nem érzi a szagot, vagy ehhez hasonló. És akkor mit mondanak a háziorvosaink? Igen, ezt mondták, és továbbra is az a kérésük, arra kérek mindenkit, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat, vigyázzunk magunkra is, másokra is, írja Krivik Viktor, mert most ő szerezte be, és ő tárgyalta le a háziorvosokkal. Ők nagyon kedvesek, mert ugye ezt nem kötelességük adni, viszont minden szerdán frappánsan elmondják, hogy mit tettek szerdától szerdáig. Köszönjük nekik, mert ez is fontos, hogy ez lássuk a trendeket. Tehát ebből az következik, kedves szarvasiak, hogy 14 karanténosunk van. Egy az imént jelezték, hogy egy főt már kórházban ápolnak a egy hét óta, többen vannak kórházban egyébként. 66 esetben kértek mintavételt, és 51 már bizonyítottan vírussal fertőzött. És a gyermekeink közül 19-től kértek tesztet, 19-ről kértek tesztet, 7 esetben pozitív, 2 esetben pedig negatív. És mondom, a borzasztó dolog az, hogy most már sok mindenféle dolgot elmeséltek nekem ezzel kapcsolatban, többek között azt is, hogy hivatali dolgozó kislányánál is. Sajnos én is hallottam ezt. Észleltek, és ugye van gyors tesztünk, és nem mindegy, behozza a szüleje vagy sem, és leteszteltük, és kiderült, hogy vírusos. Most a laboros, mert vannak egy gyors tesztek, és semmi tünete nem volt.
Szóval, és van körülete, és ugye mi a legnagyobb baj, hogy vannak immunrendszeri betegségek, meg kemoterápiások, meg magas vérnyomásúak, meg cukrosak, akikre az életveszélyes ez a vírus. És persze vannak olyan idős keringési zavarokkal, vagy szívbetegséggel, akikre életveszélyes. Na most el fog indulni a jövő héten a Covid szűrés az intézményekben. Most is lehet privát rendelni, azon kívül pedig jó pár intézményünk a városban, tudom, mert referáltak. Szintén vásároltak ebből a, nem PCR-ból, hanem ebből a orvadugdosósból, amelyet ugye egy indikátorba, vagy egy ilyen fiolába beletesznek, belerázzák a váladékot, és azt mutatja ki, hogy van-e benne már ellenanyag, vagy sem. Mondják, hogy ez ilyen, meg olyan bizony. Szóval jó a jelzés, mert ha nincs baj, akkor ez a vacak nem jelez semmit. De ezt nagyon jól tudni kell, hogy gyors tesztek, arra vonatkozok, abban a pillanatban fertőzött-e, vagy volt már fertőzött. Tudni, akkor van elanyag a szervezetében, és az a következő vonalakon mutatja meg. Tökéletesen működik ez a dolog, Olaszországban gyártották, és jól működik, megbízható, de csak ilyen, hogy mondjam, prevenciós. Pontosan. Vagy ilyen panaszos esetben, hogy ugyan már fertőzötte. Erre jó. Most ezt jó párszor néztük, még a személyzetnél a hivatalban is alkalmaztuk, és voltak neki a gyereke beteg. Pontosan. És mi nem tudtuk, de ő nem volt vírusos, úgyhogy teszi a dolgát, de a gyermeke az viszont most kórházba került. Igen. És akkor elrendelték az iskolákban a óvodákban, iskolákban, bölcsődében, szociális intézményekben a személyzet szűrését, tesztelését. Ezt hetente egy alkalommal meg fogják csinálni, hogy esetleg ne várják 4-5 napot, amíg még fertőzött majd azon a körzeten. Ennyit lehet nyerni, hogy kevesebb kontakt lesz. Az, ami régen volt, hogy kerestük a kontaktot, ez ma már nem működik, mert szóval lehetetlen. Most már annyi helyen van fertőzött a városban is. Nem lehet nyomon követni. És kórházban meg személyzet, meg diák iskolába járt, és egyetemre is, és hazahozhatta a vírust, úgyhogy a mozgás azért megvan, bár ugye azok a fertőződés lehetőségek, amelyek a sportintézmények közművelődésében, sok egyéb másban eddig ugye előfordulhatott moziba, színházba, azok most ilyen blokkolva lettek, de azért van még kontaktra lehetőség. Képzeljük, nagyon szépen kérek ismételten, hogy csak úgy tudjuk megvédeni magunkat, ha magunkat megvédjük, és azzal másokat is védünk, hogyha ügyelünk magunkra. Nos, tehát az ápolónők és a védőnők és az orvostanhallgatók fognak besegíteni, igen. És most szállást is kell nekik kerítenünk, meg kocsit kell adnunk, és az egész járásban meg lesz szervezve, hogy ők vegyék a mintát. Ezzel kapcsolatban ma kitaláltunk egy megoldást, ugyanis van két orvostanhallgatónk, meg van egy felsőfokú ápolói végzettségű szarvasi gyerekünk is iskolában, hogy ezeket a gyereket most elviszik valahova itt a megyébe vagy az országba. Úgyhogy ha valakinek van orvostanhallgató gyermeke, akkor jelezze dr. Kepenyes Editnek, mert akkor megpróbáljuk elintézni, hogy szarvason teljesítse a mintavétel szolgáltát, mert akkor itthon is van, nem megy egy idegen körzetbe, és a másik pedig hát rajtunk segít azzal, hogy szakszerű. Ők megkapnak minden védőfelszerelést, és csak az a dolguk, hogy levegyék a mintákat, és elvégezzék a gyors tesztet. Ugye ezt nem kell laborba küldeni, ahol tudom, majd, mint mondom, orváladékból és egy ilyen flakonba teszik, kirázzák belőle össze, felígítják és tesztelik. Igen. És akkor gyorsan tudjuk majd azt, hogy mi a helyzet a szociális intézményünkben, a védőnöknél, és ugye a bölcsiseknél, és az óvodásoknál, és az általános iskolásoknál. Beszéltünk tehát a Lázár Zsolt Esperes úrral, minden gondot meg szoktunk osztani, és beszélünk a fontosabb ügyekről, és utána nagy intézményeknek a vezetője ő maga is, és a gyülekezete, hogy neki is gondja van a szociban, a Rákóczi utcaiban. Nekünk is volt gondozó hölgyünk, aki megbetegedett, hál' Istennek nem volt előtte sem, és utána igen, sem, ezóta. De kiderült úgy, hogy ez a szerencsénk. Nekik különösen vigyázni kell rájuk, nekünk, tehát nekünk is ügyelnünk kell, hogy ezért vannak a gyors tesztek. Akkor Tóth Maráiknál is volt sajnos a családsegítőbe, és ők is megcsinálták azt, hogy csináltattak azt hiszem PCR-tesztet, amelyik drágább,
de az is 18.500 forint, úgyhogy megcsinálták, mert szeretnék biztonságban lenni, és nem szeretnének ők sem másokat megfertőzni, és jó, hogyha tudjuk időben. Tehát ha sikerül elkapni az elején, akkor nem lesz a gomba módjáról fertőződés ő általa. Tehát jelen van intézményben, hivatalban is volt, aki mondom, ott dolgozik, és megkaptam, és jó pár munkahelyen előfordult ilyen. Vigyáznunk egymásra, mert életveszélyes. Szóval visszatérve arra, hogy jövő héttől beindul a dolgozók szűrése, és ez a mintavétel, ez mint egy szakmai végzettséget igényel, vagy így ez az előírás a közegészségügyben, akkor még várunk, hogyha van orvostan hallgató, vagy felsőfokú ápoló. Ugyanis a mi ápolóink meg fogják tenni azt, azok is felsőfokúak, hogy ők fognak mintát venni a sok szociális otthonba, és az sok betegről mellett arra is tudnak kapni, hanem akkor Lázár Zsolt megveszi, bár költséget jelent számára, de megveszi a szociális otthonban, nagyon szeretnénk ügyelni, úgyhogy mi magunk is. És arról volt szó, hogy a védőnök is gyakorlatilag alkalmasak arra, hogy mintát vegyenek a bölcsődébe, úgy ők is dolgozni fognak a mintavételnél. Az iskolákban prezentálták az orvostan hallgatókat, meg ezt hasonlót, és jó, ha nem vidékről kellene valamilyen szörcsegi orvostan hallgató jön ide, és akkor az ünnepek alatt is itt kell lennie, meg szállásról kell gondoskodnia. Jobb, hogyha itt van a családi körben, és vigyáz a családjára is az orvostan hallgató, úgyhogy úgy néz ki, hogy el tudjuk azt intézni, hogy utána az orvostan hallgatók beosztják különböző településekre, mint a vételem, az egész ország területén. Nekünk most a járásban kell gondolkodni, Gár Ronda főnöke, és ezt így lehetne megcsinálni. Aztán nézzük a Covid-dal kapcsolatos intézkedéseket. Nem fogják elni a kormányhivataltól, a megyei főispántól kaptunk 3000 darab maszkot, úgyhogy ellátjuk az intézményekben, és legyen bőven, aztán családsegítőben is, hogyha úgy jön be, az így fél oda, mert néha belőfogy fogadnak, akkor adunk neki. És nekünk is, ami úgy néz ki, hogy a hivatalban a kapcsolatok révén kell, képviselőknek is, aztán azon kívül piacra is viszünk még ki, mert van, aki úgy jön, és nem is tudja, hogy talán föl kell venni idősebb néni bácsi, akkor nehogy megbírságolják, mi adunk nekik, úgyhogy péntekre ott lesz a piacon is, és szeretnék, hogyha mindenki komolyan venni ezt a maszkírozást. Nagyon vacak benne lenni egyébként, én is most azért vettem le, ő bírja, én nem. És igen, ezt kaptunk, mondom, a kormányvizet úrtól, ez ugye azért brusztolni kell, szóval kell férkőzni, hogy kapjunk, de egyből azt mondta, hogy Misi kapja a várostok, el is küldte, Roland vette át, és kaptak az iskoláink, kaptak a bölcsődénk is, tehát különvitek. Még ígértek nekem kesztyűt is, aztán ígértek még gyermekmaszkot is, az még nem érkezett meg, hogy a gyerekek is, mikor hazamennek, azért nem árt, hogyha a szülő mellett ők is veszik, még jó dolgot is eredményezhet. Úgyhogy ennyit tudok mondani, tehát, hogy a tesztelés beindul, még arra vonatkozó pontos időpont nincs, hogy jövő hét mely napján. Mint mondtam, Gár Roland hivatalvezető úr is csapata szervezi a tesztelést, az állami tesztelést, ezt a gyors tesztet, ha minden igaz, gyors teszt. Aztán van egy lehetőség arra, hogy miután mi a piacon vagyunk, a gyermekérdemes non-profit Kft-vel, itt is ugye meg lehetne feletnek küldeni, mert csökken a létszám, aztán mert a székelyesek nem rendeltek kaját, és ők kiesnek, és akkor lehetne munkanélküli azokból, akik ott dolgoznak, hát ezt mi eddig sem csináltuk, de van lehetőség, hogy kapjunk támogatást. Én arra hívtam fel az intézményvezető Rónya Jágit, hogy például is nyújtsa be majd az igényét, a 485/2010-11-10-es kormányrendelet kapcsán nyújtsa be az igényét. Aztán a sportcsarnokok üzemeltetőit is, akik ott takarítanak, ugye miután alig használunk sportcsarnokot, el lehetne küldeni, de hát meg bért csökkenteni, meg munkaidőt, szóval eddig sem csináltuk, mert mi nem keverünk itt bajt. Szintén megényeli a komik, megényelheti a termás gyógyfürdőben, szóval ott is személyzet van, masszőrök vannak, meg iszappakolók, meg sok egyéb más hasonló módon. Az Informatika Kft-n is megesett az, hogy,
hogy csökken a megrendelés állomány, hogy ők is próbálják meg beadni az igényüket és gondoskodjanak a kormány által biztosított lehetőség kihasználásáról. Ugyanis, ha ez jár, akkor miért ne vegyünk igénybe? Nem szeretném, hogy később majd azt mondanák, hogy a Csasztvan Band is megkapta, ugyanis szóval lehetne küldni ott is a világosítót, meg a színészt is, de szóval úgy vagyunk vele, hogy mindent működtetünk. Kivételt képez ebben most a múzeum, meg a könyvtár, de azt én bejelentettem nekik, hogyha valamelyik iskolánkban a tantestületben olyan pedagógus hiány keletkezik, akkor valószínű, hogy a múzeumból és a könyvtárból elmenek órát tartani. Én jelzem majd az igazgatóknak, még mondtam is már az óvodáknak, és ha olyan gond van, hogy nincs óvodában például megfelelő számú dajka, és a szülők hozzák a gyereket, akkor dajka feladat fognak ellátni, akik különben is foglalkoznak gyerekkel, akár családsegítőből is el tudunk vinni, akár a Justin Bandéktól, és még játszani is tudnak majd gyerekekkel, és ott van még a múzeumunk, mert mi azokat, ahol működni kell, és ott, ahol mi nem működünk, csak teszünk, veszünk, és kérünk támogatást is, hogy ne kellessen elbocsátni, eszünk ágában sincsen, meg a bérüket sem akarjuk levenni, nem akarjuk csökkenteni, csökkent munkaidősen tenni őket, hanem akkor, ahol nem működik a rendszer, akkor vagy nem szükséges mondjuk effektív munkát végezni, hanem tisztelt osza takarítás, eltározás, meg sok egyéb más, akár tatarozás is jöhet, mert ilyenről is szó van, akkor őket most elvennénk, és akár a Gál Ferencnél valahol minden van ilyen lehetőség, lehet ilyen emberi kapcsolatot kialakítani, és meg lehet érteni, hogy ha ezt kirendelésnek mondják. Szóval olyan helyre tudok kirendelni, ahol munkakönyvesek. Mert ott a kirendelés fogalma ismert. Köztisztviselőn is van ilyen, de az már nehezebb, bonyolultabb. De szeretnénk, ha a bölcsődénk működne, és vannak ilyen végzettségű embereink, diplomások és jó szakemberek, és meg is fogják csinálni, hogy akár óviba a gyerekkel játszani, akár a Cervinuszból, az óvida óvodába, vagy a múzeumból, vagy a könyvtárból megfelelő személyeket tudjunk biztosítani. Ne adj Isten, ne kerüljön rá sorma kantyáját, hogy nem már zűr van különben az ellátásban. Ennek oka annyi, hogy miért találtuk ezt ki, hogy miért gondoljuk, hogy ezt megoldást jelentett, mert hogy az élet megy tovább, és a szülők szeretnénk, ha biztonságot utatnák a gyerekeket. Csak erről történt. Szóval nagyon rossz a hír, még nincs védőoltás, Magyarországon csak próbára küldtek, de van gyógyszer, már van, dolgoznak az orvosaink, őket se zakosok fölöslegesen, de az nem fölösleges, ha jelezzük, hogy nekem hőemelkedésem van, és fáradt vagyok, meg fáj valami, akkor azt jelezzük, és akkor ő komolyan veszi, akkor, és miért ne venni komolyan, akkor utána fog járni, és megbeszéljük, hogy mi az a következő termés, amikor jelentkezni kell, mert minél hamarabb kell bebizonyítani, hogy valakinek baja van, akkor célirányosan lehet őt kezelni. Honnan nagyobb az esélye? Esélye a tünetek csökkentés, és ne haptalmasodjanak el. Most azt is mondták, hogy van egy nagyon kedves Csaba Csüdi kislány, lehet, hogy Szarvasi, most nem emlékszem hirtelen, hogy azt hiszem Csaba Csüdi, aki Pécsen dolgozik a Tudományi Egyetemen, és virológus, és kutató, és mondták, hogy ezt Abraxol tevát, tehát hogy azért 4 napig ilyen hörgő tisztítót, azt szabad bevenni, és az segít a megelőzésben. Na most én nem tudom, én nem értek hozzá, mert ez a múltkor voltak egy golsprék is, szóval az is ideig, óráig védelmet nyújt, ha olyan körülmények közt voltunk, amely vagy lehettünk és használtuk, azért nem rossz dolog. Ha valaki utcára megy és néha ilyen orsprét használ, nem tudom mi volt annak a neve a múltkor. Allergoid volt. Tessék? Allergoid volt. Igen. Ezt most többen mondogatták, hogy ennek van jövője, de nem totális védelem és nem védővakcina, meg nem nagy tünet csökkentő, pusztán nyálkahártyára rátapadva nem engedi megtapadni a vírust 2-3-4 óra hosszáig. Igen. Tehát az ember olyan piacra kiment, akkor mondjuk nem árt hetente egyszer elmegy piacra, akkor nem árt, ha befúj az orrát. Ezen még hibát nem követte. Az említett Ambroxol téma az egy kiváló gyógyszer. Ugye, ez a tüdő takarítja ki a hörgőkről, lévő kis szörcsőkről a slájmot, és
ott nem lesz gyulladásos, nehezebben tud támadni, valami is, mint most meséltek nekem, nehezebben tud befészkelődni a vírus, és ezáltal jelenti azt, hogy nem támad rá úgy, hogy teljes bajt okozzon, mert tiszta felületű is, nincs rajta se hurut, se gyulladás, mert ez a gyógyszer ugye az egészséges légzést lehetővé teszi. Bagosoknak általában szokták ajánlani, ezt sem tudom, csak ugye hallottam, de kérem, ezeket sosem fogadják el tőlem. Amit a házi orvos mond, az a fontos dolog. Egy biztos, hogy az említett gyógyszer mondom, sima köhögés esetén is csillapítónak kívánom beváltani. Igen. Jani, mondjuk már az elérhetőségünket, mert nem hívtak még. Tehát 66 és 400 ezer, megismétlem kedves nézők, 66 és 400 ezer az adásunk hívható telefonszámon, bármilyen kérdésünk volna az elhangzott témával kapcsolatban, de bármi mással a város életére vonatkozóan ezt tegyék meg az élőadás igen. Során. Igen, és akkor el szeretném mondani, hogy holnap tanácsoztam, mert az ebben az évben egy párszor nyakamba szakadt, hogy egymagam kell mindent eldönteni, meg aláírni, meg felelősséget. Jön a konzultatív. Igen. Most ismételten egy hónapra rendkívüli helyzet van, és akkor minden átszállt és rám szállt. Nem nyomja azt javállamat, látják, szóval tartom magam. Csak azért elég volt már abból, hogy az ember, mikor hazamegy a hivatal, akkor kap egy-két ruhás kosárnyiratot, és minden keresztül kell, hogy menjen rajtam, és csak személyesen én felkérte, a testület hatáskörét is gyakorlom alkalmasint, határozatokat kell hozni, és rendeletet is kell alkalmasint módosítani, viszont én szeretném továbbra is a demokratikus formát betartani, hogy mondják rá a képviselők a vélekedésüket, és legyen előre már abban, hogyha később jóvá kell hagyniuk az intézkedéseket, legyen a szemük azért rajta, az a szeme ízlalja disznót, úgyhogy önök választottak képviselőket, és én nekem semmi averzióm nincs ezzel a dologgal, úgyhogy mi konzultatívnak szoktuk nevezni, nem tiltja a törvény, mert hogy munkahely, és van javadalmazása is. Bizottságoktól most eltekintünk, ha megbocsájtnak, de bárki valamilyen témát hall, vagy hogy a elnököket megkértem, hogy úgy gondolják, hogy tájékozzák a bizottság tagokat, hogy ő maga bizonytalan. Nyilvánvaló, hogy ez csak ilyen véleményező volt a bizottság mindenkor, ők elmondták, hogy ezt hogyan gondolják, mi pedig döntünk felelősséggel, nekem pedig végre kell hajtani. Most az van, hogy én úgy gondolom, hogy dönteni fogok valamely kérdésben, és megfelelő tartalom, az élet megkívánja, de nem érhetem túl az arányosság, a mértéktartás, és nem tudom még milyen szabályokat, etikai szabályokat is, és ezért jó, hogyha megbeszéljük és segítenek. Nyilván, hogy nekem kialakult véleményem van, mert ott van mögöttem egyszer a szakma, másik pedig magam is értek hozzá, tehát alapvetően nem szarva közkessük a tőgyét, és vannak, amelyeknek aktuálisak, és azért jó, hogyha elrendezünk. Sőt, vannak olyan döntéstervezetek, amelyek iránymutatást adnak, hogy most akkor menjünk-e abba az irányba, hogy teszem azt a munkakönyves múzeum és könyvtárosok mondjuk egy non-profit gazdasági társasági formába. Legyenek, nem fogjuk most átszervezni. Csak hogy ezt a körülményt járjuk körül, és készítsük elő mondjuk januárra, vagy februárra, amikor a dolgok konszolidálódnak. És nyilvánvalóan is a koncepciót is meg kell alkotni, de én járok el a testület helyett, és magam döntök, a költségvetési koncepcióról beszélek. És azért jó, hogy azt megbeszéljük. És mindenki elmérdik a döntéshozók közül. Aki nem tud jönni, mert lesz ilyen, kövek ketten vannak, azok nem fognak eljönni a testületülésre. Máskor is volt ilyen, ez az informális testületre is, megfelelő távolságtartás van, és azt is előrendeztem, hogy a konzultatív tanácskozás nem tesz lehetővé az online szavazást, meg az online tanácskozást a törvény. A testület most gyakorlatilag nem hivatalos formája, de szóval nincs nemet megoldani, hogy a testület működjön, mert az ÖTV nem tartalmaz olyat, hogy távszavazás megint. Igen. Szóval a személyes részvételhez köti, ezért kell nekem átvenni, és ezért kell nekem dönteni, viszont nekünk az egy olyan belső egyességünk valahogy, hogy beszéljük csak meg azért, és ügyelünk magunkra. Minden felszerelésről kiborítékolva oda elő van készítve, hogy van a képviselők maszkja, kesztyűje, fertőtlenítőszere, és hogyha akarja, akkor ott megcsinálja a gyors tesztet is. Mi levezetjük, segítünk, de borítékban elő van készítve minden nekik, úgyhogy ezt csak fölveszik, és megfelelő távolságtartás, mert nem rendelünk 6 órakor vacsorát sem,
van most egy új pizzét, lehet, hogy kérünk egy, a testület tagja akarják, akkor egy szünetbe, mert azért nem tudom, meddig fog eltartani, lehet, hogy hosszadalmasabb lesz. Előadók nem lesznek benne, csak azok, akik éppen aktuálisak. Ők figyelhetik majd a interneten keresztül a testületre, és önöket is arra hívom, hogy ezt tegyék meg, hogy menni fog a Szarvasi Televízió csatornáján a testületülés, ahogy szokott ez, ami fekszik, nyugszik, ami elhangzik, az elhangzik, úgyhogy megtárgyaljuk és szavazni fogunk a tanácsról, hogy mit mondanak Babák Misinek, hogy mit csináljon, és hogy merre menjen. Ő ezt megajánlja, hogy így gondolja, tehát erről véleményt kell alkotni, nem neki kell megalkotni a parancsot, mert azt mi előkészítjük. Ma is készítettünk még egy párat, úgyhogy vannak ilyen biztonságot nyújtó intézkedések is. És akkor mit mondtam még, mit hagytam ki? És van egy örömteljes esemény előtte. Köztisztviselő, előadók közül csak azok lehetnek, igen, és ezt még 2 méteres távolságot tartunk, kérdzőkönyv az lesz róla, és a lengyel pautában csak az jön be, aki bejött. Ugye nem mondtam az előzőnél, a covidos intézkedéseknél azt sem, hogy a személyes ügyfélfogadás azt amire csökkentik, nyugodjanak meg, 6 hónapig jók a jogosítványok, személyigazolványok, mindenféle ilyen vackok, jók, de vannak, amiket személyesen kártam, ott időpontra behívják, és akkor megfelelő jó intézkedések a járási hivatal kiszolgálja önöket, mert azért nem áll meg ott sem, de nálunk is csak írásban lehet ezeket a ügyeket elrendezni. Papírra is jó, ha adnak telefonszámot, visszajövök, letisztázzák, kiküldik a papírt, és arra is számítsanak, hogy 1-2 napot alkalmasint elfekszik az irata ózonozóba, vagy mi a francba, ahol feltették az iratokat is, ma azon is megtapadhat. És akkor én arra utalt, hogy azért elmegyünk örömködni, mert mi szeretünk örülni. Már csak azért, mert a Tükör utcában elkészült a ott lakók kérésére egy útburkolat. Tudják, ez nem egy hosszú távú út, hanem egy korábban törmelékek kioldott csalakkal kékelt, és most pedig egy zúzott kő után egy aszfalt réteget is kap, de az ott lakók fizetik a 25%-et. Ez a Vasút utca és az Ady Endre utca közötti szakasznak a második fele, mert az első volt egy darabka beton. Ugye nem, a Vasút utca építkezésekor megengedtek egy darabot sárázóként megcsinálni, korábban is volt, de nem engedtek sárázót csinálni, a pályázatban nem fér bele. Most ennek volt egy sárázó, kivittük egészen 40-ig, mert ott sokan le tudnak csapni, ha nem akarnak az Almas utcán menni, és akkor nem kell, kedves szarosak, csak a fő utcán közlekedni, mert most is jöttünk ki Anival, Szenes úrral is, zöld hullám volt, úgyhogy abszolút. Ha előttünk nincs egy béna pilóta, vagy nincs egy kevésbé rutinos ember, akkor nem lehet ezzel különösebb gond, de biztonságot jelent. Nos, tehát 13:30-kor találkozunk mi, ott egy pár utca lakóval, és aki a képviselők közül méltóztatik eljönni, és fontos neki, akkor azért egy kis szalagátvágást csinálunk, megfelelő távolságtartással. Nem rendezvény és nem ünnepség, de azért maradjunk annyiban, hogy mégis szeretnénk örömködni. És akkor egy hívás érkezik a vonalban. Szép estét kívánok! Halló, szép estét hallgatjuk! Jó estét kívánok! Polgármester úr, szerkesztő úr, Deák György vagyok, az orosházi korában. Üdvözlöm! Szeretném mennen keresztül a szarvasiaknak üzenni, hogy vigyázzanak magukra, mert senki sincs biztonságban. Ugyanis múlt héten behoztak teljes tünetmentesen más jellegű betegséggel, és az egyik korterminkben az egyik betegről kiderült most hétfőn, hogy pozitív. Megrohantak bennünket, minket is leteszteltek, ami itt a belkeken belül ők csak terhességi tesznek, mondanak. Na, és akkor hát természetes mindjárt pozitívak lettünk. És hát most el vanunk különítve, és azért hogy szolgál az egészsége, mit érez? Polgármester úr, keresztül üzenem a szarvasiaknak, hogy nagyon vigyázzanak. Nagyon köszönjük a tanácsát, és ennél autentikusabban, hitelesebben senki sem tudta volna elmondani, úgyhogy mindenhol ott van a vírusnak. Hogy érzi magát? Hogy van? Van egy csepp lázam, meg fejfájás, de veszélyes, nem csak hát
ránk van csukva itt az ajtó, szkus. Igen, nincs tovább. Igen. Nincs tovább. Hát nincs. Na köszönöm, ezt akartam. Hogy viseli a bezártságot ezt a teremtőt? Ne, úgyhogy mielőbbi gyógyulást kívánunk, hogy tényleg maga is vigyázzon magára. Nagyon-nagyon gyógyuljon. És köszönjük, hogy jelentkezett, nagyon hálásak vagyunk érte, mert ezt mi nem tudtuk ma produkálni. Köszönjük, hogy hívott minket. Nagyon köszönjük, és minden jót kívánunk a gyógyulás reményében. És a többieknek is, mi hamarabb jöjjenek haza. Köszönjük, minden jót. És akkor nézzük a testületülést, hogy sok mindenféle dolog lesz. Volt ilyen tervezett napi rend, amit beszámoló a költségvetés, egy 3-4 évit, ez nyilvánvaló, hogy tájékozódást jelent, ezek nem vegetverő nagy problémák. Aztán a következő év költségvetési koncepciót, mindenféléket mondanak az országban, szóval mi nem fogunk a körösnek szaladni, mert 21 fog jönni. Nekünk is vannak gondjaink, de a gondokat úgy kell csinálni, kiadtam. És volt, aki egy kicsit nem értette, nincs létszámfelvétel, van, aki nyugdíjmat, és mit sem veszünk föl létszámot. Igen. Aztán megmondtam azt, és betartatom, mert minden fillér keresztül megy rajtam, ha úgy, hogy intézmény finanszírozás summában mondjuk 200 millió, vagy 50 millió, vagy akármennyi, vagy 10 millió forint, hogy én megnézem, hogy mire kérték. Tehát csak munkabér, járulék, közzemi díjak is a legszükségesebbek, úgyhogy legszükség apróságuk, de nagy bevásárosok nincs. Viszont vannak pályázatok, amelyeknek el kell költeni a pénzét, már csak az is, mert jó dolog, amire elköltjük. Úgyhogy ezek jönnek, azok mennek utalványban, de minden forintot látok, úgyhogy nagy gond nincs ezekkel a kérdésekkel, és jövőre is szóval szűkítenünk kell. Valahogy picit majd a díjakhoz lehet, hogy hozzá kell nyúlnunk, mondta a fürdőnél, mert nem hiszem, hogy a jövő költségvetésben, mert ha most visszaeszik a gazdaságunk, akkor jövőre kevesebb lesz az adóbefizetése, és akkor nem biztos, hogy mondjuk egy fürdőnél 50-60 millió forint ártámogatást tudunk biztosítani a szolgáltatásokhoz. Kísérletezhetünk az, hogy lehet, hogy díjat emelünk, de az meg a zsebeket fejé. De van dolog, amire nem fog annyi futni esetleg, előfordulhat, hogy teszem azt ilyen fürdőtámogatást, vagy már vagy közművödések, rendezvényi kérdések, akkor sporttal kapcsolatosan le kell faragni egy-két költséget, de nem fogunk oda körösnek menni. Majd mi ezt azért megoldjuk észre, és minden fillérre fogunk hajolni, amit kívülről tudunk hozni. Nem itthon akarunk szűkítgetni, hanem a lehetőséget bővíteni. Egyébként Dankó Vila képviselő is nagyon rossz állapotban volt, én most nem tudom, mert én nem mertem rákérdezni, hogy van, de ő sem volt jól. És negatív, megtudakoltam, negatív tesztje van, tehát lehetséges, hogy ő is benne volt ebben a korban, de egy alkalom beszéltem vele, és már nem volt pofám még azt is megkérdezni, hogy mi bajod van, mert úgy köhögött, és fontos dolgot beszéltünk meg, úgyhogy ezt a két mondatot elmondta, és utána láttam, hogy most be kell fejeznünk a beszélgetést, mert iszonyat terhére volt. Úgyhogy csapkod mindenfele. Most megbeszéléseket is online. Izrael szervezett most ilyen Smart City programot, és a nagykövet felhívott minket, hogy kapcsolódjunk be, meg franciák hívtak különböző energetikai kérdésben. Ezek online konferenciák, meg majd később beszélek arról is az eseményekről, hogy például a tudománynapja is most van, és egy fantasztikus előadás sorozatra kerül sor, amit Katona Kriszta dékánasszony szervez itt az egyetemen. Úgyhogy jó dolgok vannak, de megoldják. Nem az igazi, mikor az ember nem tud kérdezni, és nem ott van. Más ez a dolog, de hát hozzá kell szólni. Tehát akkor Vásárgatás és Kft. Beszámolója a 10-30-ig végzett munkákról, ezek nem ilyen, beszélni fogunk róla, meg átnézik, elolvassák a képviselők, tájékoztató jellegű napirendek. Élelmiszer nyersanyag norma emelése, amit emelnünk kell a napközinél, mert az élelmiszárok mentek fel, és akkor, hogyha nem emeljük meg az élelmiszer normatívát, akkor kevesebb lesz a tányérba. Az ára viszont fölment. Igen, a gyermekétkeztetés. Röplabda Egyesület támogatási kéremet, éli üzemeltési terve, aztán sok egyéb más, de majd ezt látják. Igen. És jó párban iránymutató döntés és igényt tartunk, hogy 8 ilyen napi rend van és bejelentésből 18, de azon még hozzájött 7 zárt üléses téma. Na szóval a lényeg az, hogy holnap tisztelek meg figyelmükkel,
És kérem azokat, akik úgy szokták nézni, hogy hogyan lehet belekötni egy-egy mondatba, azok most ne tegyék ezt. Szóval ne okoznak azon egy külön munkát, hogy bonckés alá veszi a szavakat, és azzal igyekszik városunk rossz hírét, sőt az enyémet is tenni, mert nézzék az igazság, hogy ezzel csak egymásnak tudunk ártani. És minek azt? Úgyhogy talán nem kellene csinálni. Igen. Hogy bonckéssel kéne figyelgetni. Van nekünk most pont elég gondunk, ezt az egészet túl kellünk. Nem volt időm még telefonálni a szállás, a legnagyobb szállodáinkkal sem. Van, amelyikről tudom, hogy működik, de kíváncsi vagyok azt, hogy működik a Liget Hotel, meg a Aranyszarvas, mert hogy ott van nagyobb létszám is, és ők gyakorlatilag kiadhatnak szobát munkavégzés céljára, de hogyha nincs olyan létszám, akkor viszont nem éri meg. Az kinyitni. Éttermeink is kiszállításra működnek. Amit még a kiszállításra mondani kell, hogy jó dolgokat csinálnak, megbízhatóak a szakácsaink, meg a konyháink, bárért napközdől kezdve a grillig, vagy az új pizzériától a régi pizzériáig. Mindenki jó főszalmas. Igen, a kiszerelést és a kiszállítást tudják vállalni, le lehet menni személyesen kiszerelve, és el is, meg is rendelhetik. Kinek mi az van kedve. Jó időben, egy távolságot tartva nyugodtan sétált az ember, mert az sem normális, hogy bezárva legyen mondjuk egy védekező családtagunk. A csomagolás ügyének, hogy mi hamarabb eltüntetni, és minden ételt, legyen az bárhonnan, nem azért, mert ott rosszul csinálják, de nem árt hőkezelni. A pizzát egy kicsit belökni abba a tepsiszerű forrósítóba, vagy a mikróba, akkor a leves is nem árt, még forróbbá tenni, meg a másodikat is be lehet tenni a mikróba, vagy pedig a grillezőbe, vagy a sütőbe egy kis időre, mert ezek nagyon hasznos dolgok, és a csomagolás pedig, amivel hozták, az meg francia. Azonnal eltüntetni. Igen. Mi legyen a következő? Szerintem kérünk egy kis szünetet, és onnan kérjünk egy kis technikai szünetet. Megismétlem a telefonszámunkat, kedves nézők, 66 és 400 ezer. Ha az eddigiekben elhangzottakkal kapcsolatban van kérdésük, a szünet után tegyék fel, és ha új kérdésük van, új témával, nyugodtan ezt is tegyék meg. Bármit akarnak kérdezni, mindent kérdezzenek, de tartsák magukat vissza, mert vannak kellemetlen ügyek, és vannak kellemes ügyek. Vannak örömteli pillanatok, és vannak kevésbé örömteliek. Mindegyik az életünk része, úgyhogy semmi kifogás nincs. Hívjanak, egy pár perc alatt visszajövünk. A szünet után folytatjuk. És itt vagyunk a folytatásban, kedves nézők, megismétlem, hogy adásunk hívható a 66-400-es, tehát a 66-400-es telefonszámon, ha bárki úgy gondolja, hogy kérdése van az eddig elhangzottakkal kapcsolatban, hogy új témában lenne kérdése, kérdése, javaslata, tegye meg, és már is, már. Szép estét, hallgatjuk halló, Önt. Halló, halló, szép estét. Halló. Szép estét, hallgatjuk Önt. Regős Mátyás vagyok. Parancsi Mátyás. Nem kíván, vagy nem akarok semmi különösebbet. Isten éltessen, nem tudom, de biztosan 8 napon belül van, annyit tudok, hogy most arra is vagy. Most vagy 73 éves, ha igaz. Igen, eltaláltad. Arra is vagy. Egyébként Regős Matyiról tudni kell, a legkedvesebb mérnök barátom, és főnököm volt, ugye, Mátyás? Hát, igen. Jó, igen. Kijöttünk egymással. Úgy van, úgy igaz. Sokak szerint ez borzasztó lett volna, de én azt mondom, hogy... Nem, szerintem nekünk voltak eredmények, sajnos ellenszénbe dolgoztunk, emlékezzel arra az érdekes világra 90 tájékán azért. Hát igen. Voltak a hivatalban is nem éppen minket segítő elemek annak idején. Igaz? Igen. Hát, csak a szépre emlékezünk. De az igazság, hogy sok minden jót csináltunk azért. Én pont megemlékeztem azokról a kubikos brigádokról, meg emberekről, igen, akiket dolgoztunk, mert ugye a gázvetéket elment most már kollégánk is, aki... És egyébként azt se felejtsük el, hogy tulajdonképpen a polgármesteri hivatal tudta nélkül, de mi biztosítottuk a KFTV való átállásnak pénz nélkül. Nem vittük haza, nem privatizáltuk. És nem szedtük széjjel, hanem igyekeztük megtartani a céget. Igen, a pénzügy által nem tudott félretett tartalékpénzünk, illetve hát a... Mentünk a piacra, és szereztünk a munkánkkal a pénzt a városnak, hogy legyen cége. És igen, gépesítettünk meg, sok egyéb más. Hát sajnos akkor nem volt pályázat. Egész más
társaság, meg más vezetés. Igen. Nem is szívesen megyek oda már. Nem mindig a dolgok jó irányba mennek. Szóval vannak, amelyeket át kell szervezni, és most is eljut az ideje annak, hogy egy-két dolgot meglépjünk, mert szóval a városüzemeltetés, mi úgy voltunk, hogy mi a város szolgái vagyunk, és a városüzemeltetés gördülékenysége az élet minőséget és komfortot jelent, és szolgáltat jelent a város polgárnak, úgyhogy emlékszem arra, hogy fásításokra is odafigyeltünk, minden palántára, Igen, mindenre az ég adta világon, beleszóltak, pénzt nem adtak rá, de megköveteltek. Nem, sok okos ember volt akkori testületben. Igen, nem volt könnyű a munkánk. De Matyi, túléltük és tudtunk akkor is dolgozni, mert szerettük a munkánkat. Remélem, még egy pár évig azért csak meghúzzuk magunkat. Itza megült azon a kis pénzzel, amit ugye össze kopargattunk, és mindig volt tartalékunk, mert ugye bejöhetett az, hogy nincs munkánk, és bajba voltunk. Ki voltunk téve úgy a piacnak, hogy dolgozzunk a városnak, de ha nem adtak munkát, akkor vagy én, ha halunk. Megnéztük, hogy előírtak valamennyi nyereséget, illetve ne legyünk veszteségesek, erre vigyáztunk, visszakértük a számlákat a városházáról, örültek neki, nem mutatták ki, az igaz. De örültek neki, amikor visszakértük a számlákat, hogy az eredményhez már nem kell, nem akarunk érte. Stornoztuk azt, mert megoldottuk az egyéb más bevételeinkből, igen. Így amit van. A piacon szereztünk. Így érdekes van. Világ volt, nagyon fontosnak tartok, hogy működjön a város és jól működjön. Nagyon sok jó dolgozunk, és emlékezz vissza a gépkezelőinkre, a kubikosainkra, a gázépítésre, a járdaépítésekre, az útépítésekre, szóval azért mindennél lehajoltunk, minden fillére. Igen, megmertük lépni a létszámcseréket is, főleg a kisebb vezetőknek a problémáit is megoldott. De sok jó kollégánk volt ott is, úgyhogy jó volt itt dolgozni. Aki nem odavaló volt, attól meg tudtunk válni, senki nem áll, senki... De ne felejtsd, Mátyás, az se, hogy mi voltunk az elsők, még a rendszerváltást megelőző, hogy közmunkát már szerveztünk és pénzt szereztünk. Kijöttek megnézni. Bizony. A megyénél nem hitték el. Nem hitték, hogy mi dolgoztunk. Hogy teljesítményben dolgozunk. Igen. Vagy dolgoztatunk. Igen, ezt se hitték el. Manapság ez is megszűnt a teljesítményben a munka, most már csak órabéresek meg dolgoztatnak. Na mindegy. Persze, sok átsorgó, meg ücsörgő. Igen. Közmunkás lehet látni a városban. Mátyás, most ne tereljük ezzel a lakosságot, meg a kedves tévénézőket, csak igen. Szeretném megköszönni, hogy jó kollégák voltunk, és azért nekünk... Hát Isten értessen pár évig. Téged is vigyázz magadra, jó egészséget. Viszont... És csak módjával dolgozgass otthon, mert azért látom, hogy szoktál tervet készíteni, még nem dolgozol. Nem nagyon. Tudom, de én azért találkozom velük. Igen, közös munka. Persze. Úgyhogy hát, én is köszöntek téged, és jó egészséget kívánok neked. Üdvözlöm a Szenes urat is. Köszönöm. Régió ismerőst. Így van, és jó egészséget kívánok. Hát az kéne, de igyekszünk, hogy megmaradjon. Legalább ez, mint ami most van. Na. Köszönöm még egyszer, hogy hívtál minket. És akkor ne... Szép estét, további szép estét kívánok neked. Viszont nektek is. Kedvesednek is. És gyerekeinek is. És el szeretném mondani, hogy Deák Gyuri bácsi volt, aki az Orosházi úton lakik, és ő van kórházban, és ő telefonált most önöknek, és fogadjuk meg a tanácsát, hogy nagyon vigyázzunk magunkra. Szóval Gyuri bácsi tudja, látja ott a kórházban mi van, és nem betegként ment, hanem egy kezelésre, és egy egész kórterem megkapta a vírusfertőzést. Úgy vettem ki szavaiból, hogy nincs különösebb tünete, úgyhogy drukkolunk az egészségért, mert sok rendes ember van azért Szarvason, sokan vannak körülöttünk, és maradjunk is abban, hogy mi legyünk többségében csak nagyon rendes emberek, és tiszteljük, szeressük egymást. Köszönöm Gyuri bácsnak, és nem mondtam ki Gyurica Lacinak a nevét, akit most én személy szerint is gyászolok, meg a családom, meg az utca, mert a nevét nem mondtam, hogy Gyurica László, mert Lacinak hívtuk csak őt. És van egy másik telefonunk, szép estét, hallgatjuk. Köszönöm szépen. Hallgatjuk Önt. Tiszteltem polgármester úr, Viszkok Pál vagyok Szarvasról. Pál úr, hallgatjuk Önt. Olyan kérdésem lenne, hogy vagyunk itt március óta 12 darab autóbusszal. Még egyszer mondjuk kérdést. Fog-e rajtunk valaki segíteni? Miben? Mindig. Tulajdonképpen az állambácsitól nem kapunk egyetlen egy fillér támogatást sem. Mi
minden turizmusért kapnak valamilyen támogatásért valahol. Parikám, milyen szakmáról van szó? Segíts már nekem, hogy képbe legyek. Személyszállítás, autóbusz, turizmus. Személyszállítás. Ja, értem, hogy szóval... Igen. Parikám, ez egy komoly gond, tényleg komoly gond, mert mindenki beszél sok mindenről, de a hazai buszos fuvarozókról beszélsz. Így ja. van. Most már értem a dolgot. Hát nem tudom, én, hogyha úgy gondolod, semmi nem történt, semmit nem találtál? Könyvelőzse? Semmi, senki. Nem csak itt. Tangja vagyok egy pár szervezetnek, Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Nem tudnám mondani. Egyedek, semmit. Parikám, megírem azt, hogy szólok Bélának, hogy ezt vesse föl ott. Ide fizetünk adót szarvasra. Hát nem megkaphatnánk valami kicsi. Tőlünk nem, mert mi nem tudjuk rendezni az ügyet. Nem, akkor kisebb vállalkozók adót se fizettek már, mint hipotézis adót. De a probléma az valószínű. Mert ugye beszélek szállásadókról, meg éttermekről, meg sok egyéb így más. Így van. Értettem így a problémát. Van. De nem felejtem el, jó? Valamit próbálkozol ebben a dolgokban. Elnézést, hogy beleszóltam. De hogy szóltál bele, nem? Nagyon. Nem, hát nézd, hogyha nem szóltok, én magam nem gondoltam a személyszállítók gondjaira és problémáira, mert ugye piacgazdaságban én nem szóltok be a cégek munkájába, se az agrárértékbe, se a tiédbe, sem máséba. Ha jelznek egy problémát, akkor én megtartom kötelességemnek, hogy mindenbe eljárok. Az nem biztos, hogy fog sikerülni, intéznem valamit, de próbálkozom vele, jó? Úgyhogy köszönöm a jelzést. Nagyon szépen köszönöm a segítségét. Köszönöm. Magam és a többiek nevében is. Köszönöm, hát a sikerül, amit kibrusztolnunk, jó? Tiszteltem, jó egészséget. Jó egészséget, személyszállító. Köszönjük a nyívást. Kedves nézők, változatlan arra biztatjuk önöket. Szóval sokan van, akik nem tudtak a problémájukkal még jelentkezni, és még nem is érzik pontosan, mert ez a becsukás, ez a mozgáskorlátozás, csak dolgozni lehet, de neki nincs munkája, nincs kuncsafja. És ez azért majd jelentkezni fog a kozmetikánál, a fodrászatnál, és sok egyéb másnál. Van már, akit odafigyelt a nagy tömegű problémákra, odafigyeltek. De nem tudom, mit tudnak csinálni például a pesti nagy szállodákkal, meg a szarvasival nekem, ugye nem a pesték az érdekesek, hanem az, hogy itt a szállodaiparban, itt most a mi szállodáinkban 200-250 fő dolgozik. És szóval a tulajdonosok tartaléka is véges. Bizony. Hát tegnap este hallgattam, néztem egy műsort, ma reggel volt, nem tudom pontosan, többek között a színházakról. Nekünk még ugye megvannak a lehetőségeink. Most mi betanulunk minden darabot is, de nem lesz költségünk tavasszal a próbákra, meg a rendezésre. Csak egy főpróbára szükség, ismert felújtóra. De ott van például a mozisunk, vállalkozó. Tetszik nekem. Vannak még ilyen perifériás dolgok. Nem tudom meddig, de biztos, hogy segíteni kell, meg valószínű fognak is. Komoly gondokat vett fel, az életet lassul is, nem működik a teljes vertikum. Mondom a gyermekélelmezésben, nem gond, kiesett a székelyes, mert ugye az középiska, nincs megrendelés. Most ez nem lehet, hogy a szakácsoknak a felét megtartjuk. És amikor meg a teljes üzem, akkor mi a csodát csinálunk. Úgyhogy, igen. Mi már bezártunk minden szálláshelyünket, nem a fagyta, itt van, és mondtam a járásivatal vezetőnek Rolandnak, hogy én nem tudok most szállást nyitni, úgyhogy nézzünk valami más megoldást, mert ha nagyon kell, akkor persze megoldjuk, mert szükséges, de kitaláltam inkább azt, hogy jöjjenek szarvasi gyerekek az étemről. És igen, ez jár. Ne felejtsék, hogy van gyermeke, harmad-negyed éves, medika, akkor azoknak előírják a munkát, és ez jó is nekik, hogy megtapasztalják az életet, jelentkezzen, mert akkor próbálkozunk azzal, mondom, azt hiszem már hárman vannak, akik az iskoláinkban a mintavételeket megcsinálják, ezeket a COVID-vírusossal kapcsolatos dolgokat. Tehát mondtam Deák Győzi bácsinak, köszönjük a jó tanácsot, és kérek mindenkit, fogadják meg. Szóval ne gondolják, hogy egy napjában, hogyha 50-szer kell kezdet mosni, mert megfogtuk kilincseket, meg ilyesmi. Szóval én mikor hazamegyek, és nekem is bőven van a munkám, éjfélk a hajnali kettőkor, akkor még, hogyha felcsöltem a kolléganém asztalát, mert vannak ilyen nagy vackok, mondom, gyerek, ha bepacsoltok reggel, akkor neveztük koszva rajta, mert takarítottam. Csak még azért ügyelni szeretnék a kilincset, ahol bejöttünk, kimentünk, azért még lefújom, mert én magam is használom. Tehát most mániákosan kell ügyelni arra, hogy mind
minden ajtó megújítunk. Nézzünk egy kis pénzügyi kérdést, igen. No, azt mondja, hogy van egy jó hírem, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, azaz pontosan professzor dr. Kásner Miklós Emberi Erőforrások Minisztériuma arról értesít, hogy Szarvasi Járásszékely Múzeum 776.014 forint támogatásban részesül az erzévi központi költségvetés terhére, múzeum szakmai támogatására még rendkívüli támogatásként, ugyanis ott sincs vendég, nincs látogató, de működni kell. Na most az rendben vagy van neki költségvetése, de az a helyi bevételekből is, hogy a bevételek csökkennek, akkor mit fog csinálni? Felemészjük, és akkor mi lesz? Most jöttük meg, és be kell csukni mindjárt. Igen. Szóval egy kis lehetőséget kaptunk, 776.014 forint. Aztán csak, hogy legyenek tisztában számokkal, tervfelevizsgálat a kiserőmű csatlakozási terve, az EON-nál kellett ezt rendeznünk, tehát van csatlakozási engedélyünk, és van tervünk, és ezt felül kellett vizsgálni az EON-nal, nem fogják elmondani, 4 millió forintba került, 225.000 forint, ezért nem értem, a nagycsaládosok egyike azt nyilatkozta, hogy van betugult, vagy eltörpült napelem programunk van, ha valaki sikeres a napelem parkokban a Szarvasvárosa. És amiről viszont még nem tudtunk, mert nem volt megfelelő finanszírozás, nincs támogatás, és kicsit késleltettük ennek a megvostását, az pedig a naperőművünk, a régi szeméttel tetejében, úgy se lehet ültetni fát se, építkezni se lehet, úgyhogy mire tudnánk ezt jól használni, naperőmű park lesz. Naperőmű lesz, úgyhogy ennek a terv felvizsgálta, hogy folyik a munka, higgyék el nekem, most 4 millió forintot költöttünk erre. És nem tudom, hogy hány kilovattos, meg megavattos, de mindjárt mondok egy számot belőle, ha sikerül megtalálnom. A franc tudja, ezekhez én a wattokhoz, kilovattokhoz nem túlságosan értek, ez nekem kimaradt a tanulmányaimból. Nem voltam jó matekból, fizikából sem, úgyhogy a magam módján csak. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy erre kifizetünk. Aztán volt egy ilyen elnőzési díj, a kerékpáros közlekedés közbeszerzésnek, Békés Szent András és Szarvas, elnőrzési díja az 100.000 forint volt, tehát hogy közbeszereztettünk, erre szakértét béreltünk, sok pénzünkbe került, aztán mit döntöttünk a közbeszerzési bizottságban, a testület jóváhagyta, és hogy minden jó van-e, és hogy nincs-e valami umbulda, ez pedig le kell tenni, ez pedig 100.000 forintba került, úgyhogy egy kicsit fizet belőle a Szent András, és meg mi is a programban elszámolható. A regionális hulladék kezelő Kft-n, tudják, van egy hulladéklerakónk, ami aztán kimeszeltek minket, mármint a lakossági hulladék szállításból, de nincsen vége a hulladékkal kapcsolatos dolgainak, úgyhogy inspiráltam a Konyipet, hogy a törmeléket vegyék be, amit önök hoznak, tisztán betont és téglát meg cserepet, tehát nem lett szeméttel keverve, akkor ezt összezúzzuk és útfeltöltő anyagnak használjuk, ajzatanyagnak, mert ez egy újra hasznosítható anyag. Ezért nem sok pénzért kell befogadni, mint hulladékot, hanem ösztökélni kell a lakosságot is arra, meg a cégeket, hogy a normális betontörmeléket hozzák be, és mi össze fogjuk zúzni, és lehet belőle útjavító anyag, és a zúzási költség az lesz a köbméter ára. Az sem olcsó, hogy a mozgatni kell, meg törni, és gépet is kell működtetni, de ez jó dolog. Na most ugye van nekünk ez a hulladék lerakunk gyomendődön, amire azt terveztük, hogy mi oda fogjuk rakni a hulladékunkat, szóval sem ez szemételep. Rekultiváltuk is, és most rekultiválni akarjuk véglegesen, teszünk rá egy nap erőművet. Most jött éppen ma Kicske Émi, mondja nekem, hogy Misi, tudnám, hogy még a külső megvilágítását a lengyel palotának is rátesszük a napelemre, mert bírja, mert olyan a termelése, hogy futja arra is, hogy ingyen lesz. Mert jött valaki azzal, hogy mi lenne, hogyha most kapcsolnánk le a díszvilágításokat. Mi termelünk áramot. Minden olyan kivilágított intézménynél, ahol van díszvilágítás, termelünk áramot. Tehát a jó Isten meg a nap adja, a befektetésünk jelentős részét, és többségében szinte nullszaladósan európai uniós pénzből tudtuk szerezni ezeket a napelemeket az épületeinkre. De akinek van napeleme, az tudja, hogy ezek jó dolgok, és hogy ezek értéket teremtenek. És akkor most térjünk vissza arra, hogy akkor hogy is jön, de a gyomerő lerakunk. Tehát van nekünk még feladatunk, és Hamza igazgató úr pedig működteti ezt a céget, és befogad a cégektől fóliát, gumiabroncsot, meg mi is visszük meg olcsóbb és közelebb van, tehát tulajdonosi díjat fizetünk a hulladék lerakásra, többek között kiszolgáljuk a galikópat, a csomagolóanyagok begyűjtésével, kiszolgáljuk a pányért, és még sorolhatnám még a szarvasi cégektől, nem tartoznak a
ez a főkukához. A darekhoz nem tartoznak, úgyhogy ezeket mi csináljuk, azért van kukáskocsink is, meg edézetünk is, meg azért megtartottunk ezzel a dolgból, a lakosságiban tök kiestünk. És miért összegyűjtöttünk egy kis nyereséget a korábbi tevékenységünk kapcsán, és mondtam, hogy mit tudni lehet, hogy államosítani fogják, és nem szeretni, ha pénz maradna benne. És azt javasoltam a tulajdonos társaknak, hogy vegyük ezt a pénzt ki most már, és nem fontos ezt elkölteni senkinek sem, de jobb, ha nálunk van a pénz, úgy osztalékot szétosztottunk, kedves szarvasok, nekünk termelt most az utóbbi pár évben nyereséget, és nyilvánvaló olcsóbb lerakási lehetőséget is ez a cég, tehát jó döntés volt korábban, hogy pályázatban ezt megintettük, most 19 millió 540 ezer forintot, tehát majdnem 20 millió forintot kaptunk osztalék gyanánt. Hát tudnék, itt mi jelentős többségi tulajdonosok vagyunk Szarvasváros, de a többi település is kapott, Szarvas is megkapta. És akkor el szeretném mondani, hogy írják nekem azt, hogy írja a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, hogy a működési támogatáson felül a biztos kezdett gyermekház 425 ezer forintot biztosítanak számunkra, hogy megint szereztünk egy kis pénzt, írja nekem Sztojka Attila, és azt is mondja, hogy ez lehet még felhalmozású is, akkor kérjük az átcsoportosítását. Egyébként példaszerűen működik, vagy egy másik témát elő fogom hozni, hogy ez a biztos gyermekkezdet, hát most a Cserbotanoda, meg sok egyéb más, hogy mi hogy foglalkozunk a gyermekek nevelésével is, esetleges családi problémák kiküszöbölésével, vagy tompításával. Hát megkaptam az Integrál részvénytársaságtól, Bődi Pétertől a középhalmi bekötő út stabilizációról szóló számlát. Ez most a hármas számú részszámla, 8 millió az összeg, kifizettünk már 3 millió 300-at, aztán rájön még az áfa, úgyhogy most 6 millió 457 ezer 950 forint fizettünk ki. Nem emlékszem pontosan, de amikor a napokban van a befejezési határidő, úgyhogy jelentős összegű út stabilizációt, nem utat építünk, hanem zúzott kő felszórású utat, amelyre majd egyszer, hogyha lesz rá pénzünk, vagy pályázhatunk, illetve az aszfalt is fog egyszer valahol kerülni, csak kérem, ne vegyék rossz néven, nem ígérgethetek, mert a jövőt nem teljesen mindig látom pontosan előre. Akkor nézzünk egy másik kérdést. Most a napelem parkokról beszélgettünk, és többe került némely ajánlat, mint ami megnyertünk annak idején. És most írtam mai napon egy kérelmet a Magyar Államkincstárnak, Békés Csabára, hogy ha lennék szívesek, ezt a többletköltséget átvállalnák, ezt pontosan az utóbbi két-három beruházásnál, pontosan 22 millió 830 ezer forint volt, ennek tudatában mi rendeltük, a munkát írtuk alá, és a költségvetésből álltuk, de utána van lehetőségünk kérni a póttámogatást, úgyhogy igyekszünk megkérni. Most nem készültem fel, ma írtam alá ezt a levelet, tartalmát ismerem, hogy 120 millióba került, és akkor itt hiányzik nekünk 22 millió forint, amit a költségvetésből álltunk, és jó, hogy ez visszakerül a költségvetésbe. Remélem, esélyünk van erre. Aztán, hogy az most nem ide tartik, szervusz percek. Körülbelül ennyit a pénzügyekről, nézzünk még egy kicsit a Komépről, a Komép teszi a dolgát. Itt a amit szeretnék mondani, a karácsonyi készülés. Nézzék, nem olyan karácsonyunk lesz, mint tavaly, meg tavaly előtt volt. Igen. De próbáljuk egy kicsikét a hangulatot a szeretet irányába, az ünnep, a békesség irányába terelni azzal, hogy kidíszítjük a lakásunkat, meg a városunkat, és hogyha megtehetik persze, akkor hadd kérjem önöktől az ablakokba is tegyenek egy kis díszítést, mert jó lenne, ha olyan igazi karácsonyi hangulatunk lenne, még ha nem is igazi a karácsonyunk. Ugye mondtam múltkor, hogy azt is megszerveztük, hogy nem marad el a Mikulás, de nem áll meg a gyerekkel, inkább csomagot visz az iskolákba, de azért találkozzanak vele, aztán lesz gyertyagyújtás is, de nem úgy, mint régen, hogy hazavétjük a lángot. Aztán nem lesz karácsonyi vásár, de azért, hogy széthúzzuk a piac forgalmát, és ezt azért látják, kiraktunk öt bódét is, aki akar, ingyenesen árulhat benne. Lesznek fenyőfaárusok, kértek közterületet közérdekből, az önök ellátása érdekében. Engedjük a közterületet használni. Csak annyi kérésünk van, hogy kérjék meg a kérelmet, tartsák be a szabályokat, és már rakják rendbe a területet. A Komépra visszatérve, tehát készülnek, és Parcem Benedek dirigálja a karácsonyi díszítéseket, aztán Debeceni Erika pedig
fonja ezeket a grillandokat, meg ilyesmit, igen, úgyhogy igen. Ilyesmi a telik, és azon kívül vannak itt patkarendezések több helyütt, úgyhogy végzik a munkájukat. Nagy bajom volt ma reggel az, hogy ködben nem láthatok a közmunkások a 44-es mentén, és nem volt rajtuk a védő mellé. Kérem önöket, hogy vigyázzanak ebben a ködös időben a közlekedésben is, meg a dolgozóinkra is, hiszen vannak közmunkásaink, és néha meggondolatlanul mozognak a területen, de az a dolgunk, hogy vigyázzunk egymásra. Beruházásokról egy picit hadd beszéljünk. Akkor beruházunk most. Igen, egy picit belecsapunk abba is. És hol volt az, amit én akartam mondani, egy jó hír, de azért nem éppen jó. Itt lesz valószínű. Jó. Azt mondja, hogy az Energiaklubnál klubot megbíztuk azzal, hogy csináljanak nekünk klímastratégiát, kidolgozása és szemléletformálás, klímakampány is lesz, Szarvason, Csabacsűdön és Hunyán. Ez egy így bejött társulásos dolog. Hárman társultunk, Csabacsűd, Hunya, és akkor pályázunk erre. Most meg nem mondom az összeget, ahol nem készültem fel a szerzést, aláírtam. Csak azt akartam elmondani nektek, hogy nem csak klímastratégiánk lesz, mert ez dolgozza ki. Nekünk mindenféle stratégiánk van, nekünk energetikai stratégiánk is külön van. És ugye azért kaptuk meg az energia racionális település díjat is, ugye van még ilyen kitüntetésünk is, amelyet nem a parlament vettünk át, most már tavasszal volt, elküldték. Akkor ma volt a kolléganőm nálam, és aláírtam a szerződést a COHIP-pal, tudják, a szabadtéri fitness eszközök, amelyeket egy projekt kapcsán sikerült bevásárolni, de ugyanakkor nincs elhelyezésre pénz, nincsen alávalója pénz, és nem tervezték meg, csak beraktak annak idején 3.800.000 forintért elvállalt a COHIP, hogy elhelyezi, és ugyanakkor gumi kerül alájuk. Az Erzsébe, a Székely Mihály téren, ott ez, úgy emlékszem, van egy pár eszköz, de itt is egy flagbe helyezzük el, hogy minél több fajta legyen egy helyen. Akkor hasonló módon a vásártéri játszóteret, nem tudom, egyetértenek önök, még most van beleszólási lehetőség, szintén kiegészítjük a meglévő fitness eszközöket, ezeket a sportás eszközöket, jövünk a régi ABC elé, tehát a járdáig, úgy mondtam a háromszögbe, és akkor azt telerakjuk, pontosan meg is mondom, mennyi a vásártér, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 eszköz kerülne oda, az annyi még elfér. Úgyhogy, és amit halasztanunk kell, és végére kell hagynunk, azt nem is kötözködtem, mert most ennek a helyét nézték meg, de bele gyalogol a Zöldváros programba is, még annak nincs megtervezve a futópályája. Szóval ez majd legkésőbb fog elkészülni. Nem azért, mert hogy én okoskodni akarok a valamelyik képviselő vagy bizottság vélekedésére, pusztán csak arról hozzá, hogy nem célszerű letelepít, azt elbontani. És ugye azt is tudomásul kell venni, hogy ezeknél eszközöknél jó, hogyha egymást is látják, meg egy csomó van több eszköz, mert a gumi padozatot is ugye halud legyen kövér, ne forgás legyen alatta, meg ilyen alom, hanem legyen normális gumiszőnyek, ha valaki leesik, akkor nehogy baj esik, bárki gyerekekről van szó. Úgyhogy a Székely Mihály téren ott majd megkértem a képviselő úrat, a környékbeliekkel beszélje meg, és a vásártériek is, hogyha látják a munkát, akkor nézzék, figyeljék, mert elsőbben annak a városrésznek készül, és úgy gondolom, hogy aki szeretné ezt használni, biztos szívesen használja majd. Aztán van egy másik érdekes közlendőm, többek között, hogy a Call for You, azaz a Szincsabiék, nagyon korrekt úriemberek, és megállapodtunk abban, hogy építeni kell parkolót, ma a törvény előírja, és akkor ők kívánnak építeni, most a darabszámot nem írtam, 20 darabot. A 20 darab parkoló, elmondom önnek, hogy hol lesz. Így, itt van ez a rajz. Biztos emlékeznek arra, hogy a Ciprussal szemben van egy út, lefele és Világos utcának mondják, amely így kanyarodik is. És akkor a meglévő telkekhez igazodva 50 centi helyet hagyunk, hogy a kocsiban kiszállni a kerítést, behúzza ki a kabátját. Ide fognak a korforjusok Szincsabék építeni 20 darab parkolót. Nyilván, hogy a 20 darab parkolóhoz el kell menni, úgyhogy 20 parkolóhoz szükséges utat is megépítik. Tetszek érteni.
ugyanis a törvény azt írja, hogy a saját telkén kell megcsinálni, nem akkor pedig a településsel kell megalkulni, hogy vagy megváltja, vagy megépíti, és ugye mi azt választottuk, hogy építsék meg maguknak, mi szívesen odaadjuk ezt a területet, és így most nem veszélyeztetjük se az erdő problematikáját, és nem kavarunk be semmi, sem kell fát se kivágni. Kérdezhet tőlünk a Call4U, hogy van még 48 méter, bekívánjuk-e fejezni, úgyhogy parkolót építünk, tehát teljesen a meglévő burkolatig, a 40 éssel párhuzamosan megy ez. Zsuzsáik laknak a sarkon, dr. Szitónéjék is, gyakorlatilag saroktól egészen a következő burkolatig a 40 éssel párhuzamosan épül a parkoló. Le is tárgyaltunk múlt héten, csak én akkor nem értem rá most elmondani őknek, de most elhozom. És akkor, és elmondom. Lehetséges a következő betűk tervezni 48 méteren az utat is, meg a parkolót is megépítjük, hogy egy burkolatra fog rámenni a parkolóból kiszálló, és arra tud majd elközlekedni. Az még kérdés, hogy egyirányúra vagy kétirányúra kell tenni, mert hogyha egyirányú lesz, akkor ugye nevelnénk az Arbét utca forgalmát, hogyha pedig valahol fordult kell csinálni, akkor ki kell építeni a fordult, viszont 3 méteres úton nem nagyon majd közlekedni, mert jön szembe, és ott meg kettő kocsi nem fér el. Azt azért találtuk így ki, mert hogy megmarad a lehetősége a parkoló, ugye a hosszanti parkok, eznek mellette 3 méteres út, és akkor lehetőség nyílik, hogyha majd rendezzük ott a árok tövét, meg azt a pocsolyát. Meg a gát irányába maradék. Igen, a 44-es töltés irányába, akkor még majd kell oda parkolót építeni, és akkor úgy alakítjuk ki, hogy azt a problémát most hagyjuk, de ugyanakkor a lehetőséget, tehát még perspektívikusan gondolkodunk. Szint Csabinak nagyon tetszett, és azt mondta, hogy ő megtervezteti az egészre a parkolót, és engedélyezteti is, úgy nekünk kész engedélyünk is tervünk lesz az ő 20 parkolóján kívül. És akkor megengedélyezteti a, hogy is hívják ott a 48 méter utat. Most én nem merem beígérni 48 méter utat, mert nem tudom, mi lesz a tavaszi költségvetés meg. Egy tárgyalásnál nem kaptam elmutatást testületől, én azt mondom, hogy jövő évbe le fogom tenni, és akkor ők megkapják majd az üzembehelyezési engedélyt, mert tesztelték a parkoló ügyét, hatot építenek a ház előtt, megvan már a rossz égén, azt rendbe kell tenni persze, és akkor még 20-at építenek, és ezáltal kevesebb zsúfoltság lesz a beruházás. Szentesi úttal a Betlen Gábor utcáig pedig a Jókai utca aszfaltozás van, aki azt mondta, hogy miért pont a közepén csináljuk, azért ez volt legrosszabb. A Szentesi út arra fölfelé egy szakasz, az a sem tökéletes, de ez nagyon gyenge volt, itt többfajta útalap volt. Hát ez nagyon. És a Betlen Gábor utcától volt egységesebb, ott csak egy gödör van benne, az a jobbik minőségű, és hogy ne a Szabadság utcán közlekedjen mindenki, meg jön a micsoda építése is, a kerékpárút építése, akkor a Jókai utca biztonságosan hozzá is kezdtek a kivitelezéshez, kérem, aki arra jár, nehogy gödörbe essen, mert aknafedlapokat építenek, úgyhogy most ki kell kerülni egy kicsit, meg lassan kell menni, de közlekedtem a héten, arra nagyon udvarasak voltunk egymásra, úgyhogy meg voltam elégedve. Tükör utcában mondtam, az a burkolat elkészült, amelyiket a lakosságért, és várjuk a jövőjében is azoknak az utaknak az építési szándékát, amelyek kettőnek megfogalmaznak, és 25%-ot kell beszállni, így akkor a közös tervviselés úgy gondolom, hogy teljesen korrekt. Azt tudni kell arról, hogy ugye nem igyekszünk nagy költségbe verni a lakosokat, és kitaláltunk egy olyan megoldást, ami 15 évre megoldja, de nem egy nagy tervírású kocsiknak és autópályának minősül 3 méteres lakossági beközlekedés kiszolgáló utak építéséről van szó. Ez nem egy örökérvényű dolog, és szóval nem az igazi tökély, de ennyi pénzünk van, úgyhogy kevesebb lakossági ter, kevesebb is több helyen tudunk építeni, majd egyszer ez be fog köszönni, hogy lehet, hogy bővíteni kell, lehet, hogy majd hamarabb kell felújítani, mert ezeknek nem betonból van az alapja, és nem csak zúzott kőből van, van ott a téglatörmelék és sok egyéb más. De ezt kiválóan kibírja, kipróbáltuk. A kukáskocsit és egy szenes kocsit is ki fog bírni, és a személykocsi közlekedését is. És akkor most nézzünk egy olyan témát, amelyet megint nem lehetne elhallgatni. Igen. Kedves szarvasiak, történt egy olyan dolog, hogy volt egy testületülés. És a megérkezett két virtuális pedagógus Debrecenből, Marika, Ugyan. Kondos Mihályné,
és neki van szarvason egy csapata, akik szerkesztik, 19. kötetnél tartanak a pedagógusok emlékkönyvét. Igen. És igen. Nagyon sok kitűnő pedagógusról készítettek életrajzot, és azt mondja ez a elismerés, ezt nekem adták ott át, hogy de arról van szó egyébként a levélben és sok egyéb másban, Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület az emlékezet értéket ment. Egy nagyon szép tűzománc. Ami? Nekem azért becses, mert pedagógusoktól kaptam, és őket én imádom. És kaptam az egy oklevelet, ami azt mondja, Bobák Mihály úrnak egyesület értékmentő tevékenység támogatásáért. Ez egy szép ünnepség volt. És ebbe valaki belepiszkított. Az igazság, hogy nem szoktunk elemezni és nagyítólá tenni köszöntő és köszönő beszédeket, de hát nagyon belém kötöttek a hétvégén. Hát elég rendesen. Elég rendesen. Én gyerekverő, népnyúzó, parancsoltam, hogy gyereket verjék meg, szóval amit el lehet képzelni a mai médiában. Megtették. Hát ugye mi Lacikát gyászoltuk vasárnap, és én nem vettem fel a telefont 11 órakor, meg különben is ugye mondtam önöknek, hogy én hajnali 2-ig, meg éjfélig szoktam dolgozni. Megtehetem, mert volt egy kedves szomszédbéli, aki leszólt múltkor 8 órakor, hogy ja, igen, az 8 óra, mondta, hogy igen, de dolgozunk, szóval igen. Akik dolgoznak, annak bent szabad maradni, a munkahelyükön is közlekedhetnek is, csak erről papírt kell vinni, hogy bármikor igazolhassák. Oda akartam kiukadni, hogy Lacit búcsúztattuk, és gyertyát gyújtottunk, meg sok egyéb más beszélgettünk, és akkor hívtak az RTL Klub, nem vettem fel a telefont. Aztán megnéztem hétfőn, kaptam egy kezdjük ezzel először, kaptam egy, hol van ez a levél? Itt van, Magyar Éva, olvassa föl egy e-mailt, mondjuk én vasárnap a hivatalban nem itok meg e-maileket, nem csak azért, mert nem szeretem, azért, mert azt a kollégám szokták csinálni, és mondjuk nem hiszem, hogy olyan nemzetbiztonsági ügyről van szó, amit vasárnap 15-15-kor kell közölni, 15-15-én, 15-19-kor kell közölni, hogy RTL megkeresés. Na, mit írtak oda? Igen. Tisztelt polgármester úr, a napokban megjelent újságcikkek szerint ön az október 22-i testületi ülésen hangot adott annak, hogy elfogadhatónak, sőt kívánatosnak tartja a gyerekek fizikai fenyítését. Pontosítani szeretném önnel, hogy konkrétan mire gondolt és hogyan értelmezni a szavait. Kérem, jelezzem vissza a kora délutáni órákig, illetve kerestem telefonon is, ott is hagytam üzenetet, szívesen menném, ha visszahívna. Várom a jelentkezését tisztelettel, Magyar Éva szerkesztő, riporter, hírigazgatóság, RTL Magyarország. Igen, szóval kezdjük a kifejezésekkel. Hangot adott, hogy elfogadhatónak, sőt kívánatosnak tartja a gyerekek fizikai fenyítését. Bocsánat, de én úgy emlékszem, hogy ünnepség volt, ahol én kaptam egy ilyen elismerést, és nem csak én, Szarvasváros képviselő testülete. És nyilvánvaló, hogy ez nem az én érdemem, hogy mi támogatjuk a pedagógusainkkal való megemlékezést, és egy olyan helyen Debrecenben, ami egy oktató város. Pontosan. És konzervatív és református. Abszolút. És mire bekerültünk, mert Marika elintézte, hogy ott legyünk, és ők büszkék ránk, és köszönik azt, hogy mi támogatjuk személy szerint, én magam is. Mi egy ünnepségen is kaptam egy... Szóval mi volt, egy gyerekverés volt a téma, vagy micsoda, miről beszélnek? Egyszerűen nem értettem is. Tessék mondani, hogy Magyarországon ma én vagyok egy állampolgár. Nekem kötelesség, mire gondolok valaminél? Ők meg előtt azt meg, hogy én azt mondtam, hogy verjék meg, kívánatosnak tartani a gyereket. Hát akkor most mire kíváncsiak? Hát prejudikáltak és elmondták azt, hogy amit én nem mondtam. Viszont majd el fogom mondani, hogy mire gondoltam, mert önöket megtisztelem a dolgokat. De nézzük meg a filmet. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő testület. Hangot adja. A Debreceni Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület elnökeként az elnökség nevében keresem én meg önöket, méghozzá azon egyszerű oknál fogva, hogy az egyesületünk munkájának bemutatása mellett
köszönetünket fejezzük ki egyrészt polgármester úrnak, másrészt a Szarvasvárosban tevékenykedő pedagógusoknak is. Mi alapfeladatunknak életükben kiemelkedő munkát végzett, de már elhunyt pedagógusok életrajzát íratjuk meg, és adjuk kikötet formájába. Úgy véljük, hogy ez egy nagyon fontos értékmentő munka, mert azok a pedagógusok, akik egész életükön keresztül egy település művelődését, oktatását, nevelését segítették, valójában hát soha el nem évülő értéket teremtettek. Ezért az emlékállítás fontos, a jelszavunk is az, hogy az emlékezet értéket ment. Ugyanakkor meg úgy véljük, hogy ezen pedagógusoknak a munkássága, ez egyfajta, hát hogy mondjam, példaként szolgál a ma élő, vagy a mindig éppen tevékenykedő generáció számára. Az országban egyedülálló kötetsorozat ebben az évben a 19. kötetét sikerült létrehozza, ebben több mint 2100 pedagógus életével. Nagyon kedves munkatársakra vagy segítőkre találtunk a városban, az evangélikus egyházközösséghez tartozó pedagógusoknak a képében, másrészt pedig Kondas Mihályné szervezésében. És külön örömünkre szolgál, hogy polgármester úr volt olyan kedves, és anyagilag is támogatta a mi egyesületünket, mert hisz pénz nélkül a könyvkiadás sem működik, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Fontos számunkra az, hogy egy olyan polgármesterrel találkoztunk, akinek szívügye az a város, a település oktatása, szívügye a kultúra fejlesztése, nekünk pedig nagy örömünk, hogy folyamatosan éveken keresztül támogatta a munkánkat. Ezért szeretnénk most megköszönni polgármester úrnak, kívánva a további életében is sikereket és jó egészséget. Az egyesületünk egy oklevelet és egy plakettet szeretne átadni. A plakett emlékeztet az egyesület jelszavára és munkájára, és egyben a 19. kötet formájában pedig bemutatni azt a kötetsorozatot, amelyik egyébként a Hajdú-Bihar megyei értéktár része, de hát ilyen formában az országban egyedülálló és egyre népszerűbb sorozatnak tekinthető. Köszönöm türelmüket, meghallgattak, és polgármester úrnak gratulálok, és további jó egészséget kívánok. Nagyon kedves volt, képviselő úr. Nekem is személyes véleményem is van a pedagógusokról, ugyanis embert ők faragtak belőlem, apám is, jó anyám mellett. Kellemama, Molekula, Hanó, Molnár tanár úr, és sorolhatnám még a neveket, Valakica néni, a Valak tanár úr, aztán még sorolhatnám tényleg a névsort. Olyan kiváló pedagógusok voltak, amelyek ide beépültek a jellemembe és a szívembe. Sosem fogom őket elfejteni, mert apám, nagyanyám, édesanyám, intelmeim mellett ők mondtak olyan értéket, amelyben az életben szükség van rá. Ha valaki értéket tud teremteni, az a pedagógus, mert emberben teremt értéket. Ezért van baj sokszor az ideológiákkal, mert néha félrevezetik az embert, hamis útra terelik, de ha egy pedagógus jó tesz és ír a gyereket, ezt képetesen értem, akkor az egész életében tud közösségért dolgozni, hát, no, tudnak nem csak magának élni, másokért is. Én ne hagyják ott ezt a munkát, mert akik itt éltek a városban, kiváló pedagógusok nyomot hagytak az életünkben. Fontosak számunkra, és nem szabad róluk elfeledkezni, még élünk. Úgyhogy az él, akire emlékszünk, és nekem számos ilyen pedagógus van, akire nagyon boldogan tudok emlékezni. Az öreg Hanót és a kutastanárt sem szeretném elfejteni, mert én kaptam tőlük azért egy kis fizikait is alkalmasint, de úgy gondolom az ember neveléshez azért nem árt, ha az emberért is kap. És az a kedves lehetőségem van, hogy ebben a városban vannak olyan pedagógusok, akik szívvel érkel ápolják. Igen. És nem nézek messzire. Szóval köszönöm, hogy teszitek a dolgotokat. Legközelebbi tervünk az, hogy Szarvasváros újratelepítésének 300-as évfordulójára
Emléket állítunk a szarvasi pedagógusoknak egy külön szarvasi kötetben is, nem lemásolva, de ugyanakkor felhasználva azt, amit eddig megszegyűjtöttetek, mert úgy gondolom, hogy ennek a városnak a fejlődése, élete és generációk felnevelése dolgában rengeteg helye volt az egyházunknak, az evangélikusoknak, katolikusoknak, reformátusoknak, de iszonyú feladatuk volt a pedagógusoknak. És én úgy gondolom, hogy hálásnak kell rájuk emlékeznünk, mert embert faragtak velünk. Köszönöm szépen, polgármester. Köszönöm, és sok sikert az önök tevékenységeket. Még annyi kiegészítés, hogy az elmúlt években mintegy 80 pedagógusról készült Szarvasvárosban életrajz, és kerültek bele a különböző kötetekbe, és több mint 50 pedagógus vett részt ezeknek az írásában, hiszen ehhez mindig kell kicsi grafomániával rendelkező, önkéntes elhivatás sok is munka érző, is és nyilván kutató munka is. Igen. Köszönöm még egyszer, és úgyhogy én úgy gondolom, hogy közösen vagyunk sikeresek, és hálás vagyok érte, hogy igen, a városom tanárait meg örökítették. Mindenkit köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. Szóval ebből. Ez volt tehát a bejátszás. Igen, úgy gondolom, hogy meg kell hallgatni ezt, azért mert én úgy gondolom, hogy mi ünnepelni jöttünk akkor. Hallatszunk most? Valami megment még? Szóval ünnepelni jöttünk akkor össze erre a pár perce, és ott volt más megünnepelt téma is. De jó esőérzés volt tudni azt, hogy 80 pedagógusunk benne van, és 50 pedagógus szerkesztette és kutatta a régi életrajzokat, és Marikának pedig elévetlen érdeme van a szarvasi csapattal, sokan vannak benne, mert mi ott vagyunk a legjobbak közt. Debrecenben egy megyei értéktárban lévő gyűjteményben, 19. kötetben sorban ott vannak a szarvasiak. Hát mi nem az, egy szép dolog. Na most ezt valaki nagyon rosszul vette, mert hogy belepiszkított az ünnepünkbe. Az én lelkembe is, csak én nem vagyok haragtartó, meg gyűlölködő, de ez belepiszkított. Szóval gondolják, egy hónap kellett, hogy valaki kivadássza valahol azt a szót, amikor ugye arra utaltam, Hanó tanár úrnál is, meg másoknál is. És ez sokszor volt, mikor nem értették, hogy ugye beleszülettünk mi a diktatúrába, meg a szabadságba, amely hazugság volt, és volt kommunista diktatúra, meg munkásparaszthatalom, meg szocialista demokrácia, ami a terrort jelentette, a szellemi terrort, és sok minden hazugság volt, például a történelmi hamisítás. És a tanárainknak azt kellett elmondani, mert meg kellett élniük, amivel nem értettek egyet. És volt, mikor ugye ebben az érában nem a szaját szabály szerint tanítottak, hanem a makarenkói elvek szerint. Én nem akartam elhallgatni, hogy ugye az igazság odáig van, hogy kiváló emberek voltak, és szerettem őket. Még akkor is, hogyha egy makarenkói pedagógia kapcsán néha kaptunk apró fizikai fenyítést is. Ennyi a történet, nem rontja az ő emléküket. És akkor ebből, hogy én buzítom a szarvasokat gyerekverésre, meg a tanárokat, meg a kívánatosnak tartom, szűzanyám. Azon tényleg vita folyik, ugye nagyon hosszú idő óta, hogy mit szabad és mit nem. De a vitát eldöntötte a gyermekvédelmi törvény, gyereket nem szabad bántani, sehol. Nevelni kell, tanítani kell. És ezt ebben a városban valaki az országban tisztelik, akkor ebben a városban tisztelik. És betartják. És mindent megtettünk ennek érdekében. Tehát amikor egy hazugságra, egy hazug világra utaltam, mert ugye az lett volna, hogyha Hanót csak úgy említem meg, mert ugye az ő neve is kicsit a számon, mert szerettem maga módján őt, de minket nevelt Ponti néni is, Réti Vili, Picur édesanyja, aki a szeretete levelt minket a nagy nyomorában, ahol nyáron könyvből, ócska könyvekből, meg újságból brikettet csináltunk télre, mert nyomor volt. Igen, szóval mi nem mindig csak szép szót kaptunk, azért volt egy kis fenyegetés is. Ez úgy hozzátartozik az igazsághoz, már csak azért is, hogy a pedagógiában voltak kanyarok. Én emlékszem Lovász Gyuri bácsira, akinek megvolt a dolga, hogy mit kell tanítani, történelmben is.
De Gyurka bácsi nem csak Sztálin ezeket olvasott el, és Leninneket idézett. Nem van. Hanem elmondta Churchill véleményét is. Meg elmondott a másokét is. És azzal azt akarta jelezni, nem mondta ki, de az értelmesebb, mint érte, hogy soha semmit ne fogadjunk el készténként, gondoljunk át és értékeljünk. Pedig egy kőkemény kommunista világban éltünk. A tanárnak csak azt szabad volt mondani, ami le volt írva a tanmenetbe. Szóval voltak, hogy mondjam, ha ezt elhallgatjuk, hogy a pedagógusok életében is a háború után egy hatalmas trauma keletkezett. A nemzet rabszolgái voltak, nem szolgái, mert szolgák megnevezték már akkor a szocik is, hanem sajnos rabszolgái voltak. A nép és a nemzetet, a jövőt építették azzal, hogy értelmes főket neveltek. Ebben a városban millió sikeres ember született és nőtt föl, és a hírünket erősítik. Szóval, de ennek az a része is benne volt, és nehogy valaki korholja őket, hogy igen, volt egy idő, amikor makarenkói elveket, nem csak oktroját orosz alkotmány volt, hanem makarenkói elveket is kötelesek voltunk betartani. És voltak betartani. Ez az ő tisztességük. És ezt azért nem vitték túlzásba. Persze minden ember más és más és másként csapódik. Na de most, ugye, hogy mi volt az én fejemben? Hát ugye azon lehet vitatkozni családon belül is, hogy ugye mi volt a makarenkói elmélet? Hát a lelki fegyelmezés mellett olykor a, igen, a makarenkói kiosztása. Igen. No, engem nem tört meg sem lelkembe, sem gondolatomba, és szeretetteljes ember maradtam, és legfontosabb értéknek az ember tartom, és a szeretetet, és a békességet, és az egymás megértését, úgyhogy nem sikerült eltorzítani annak idején a vélekedésemet, és nem fogadtam el, hogy nincs 56-ról mit mondanak, és nem értettem, hogy miért nem mondhatjuk Karácsonyról, hogy Szent Karácsony, sok egyéb más, mert télapú ünnepé volt, és iskolában voltunk még Karácsony napján, és annak idején emlékszem osztálytársaimmal, mert akkor is volt bennünk azért anyagi gondolkodás, Vásártér volt a művődési helyén, és Mikulás tájékán csináltunk Mikulásokat piros papírból, vettük a dipát, ezt a dekorpapírt és vattával kiriszedtük, és állósítottuk, nem sok felmünk volt, de a kofák megvették, Jussi nénék, mert a többiek, Zaurecik megvették tőlünk, mert szép volt, amit mi csináltunk, Litavszki gyerekkel, nem tudom, éle még a víztoronnyal szemben, mert nekünk fontos volt a Mikulás. Szóval a kisgyerekkorunkban pénzt tudtunk csinálni a Mikulás, igen, figurákból, és hazavitték az unokáknak, a gyerekeknek a piacról. Már csak az is, mert mit csináltuk, másik pedig az, hogy ők is fontosnak tartották. Szóval fura világ volt az, és hogyha egy világról beszélünk, mert ők nincsenek köztünk, az ő igazságuk az, hogy ők akkor is pedagógusok voltak. Lehetett makarenkó, lehetett történelmhamisítás, lehetett irodalomhamisítás. Matekban, fizikában nem nagyon tudtak belebeszélni, de azért voltak olyan tudományok, amelyek még földrajzban sem túl sokat. Ugye hát egyedül a gazdaságforrászban lehetett. Igen, abban volt ilyen, de torzítani lehetett a történelembe, az irodalomba, és még egy-két apróságban. És Gyuri bácsi mindig jött a cetlijeivel, engem nem tanított, csak voltam különböző kurzusokon, ahol mindig a gondolkodásra tanított. Igen. Pedig őről is mondták, hogy milyen baloldali beállítottságban. Nem, Gyuri egy rendszerben volt, nem is sokat szerették az illetékes helyeken, mert neki mindig külön véleménye volt. De Gyuri bácsi azt mondta, hogy Mihály, tanuld meg, semmit, a más véleményét ne fogad, de a magad eszével gondold át. Legyen a tied, értékeld, mérlegelj, gondolkozz, és ne fogadj el kritika nélkül semmit sem. Önöket is csak el tudom küzdeni, mert így leszünk igazi magyar emberek, akik nem a dogmákkal, mindenféle teóriákkal lépre vinni. Ugye fölvetődik az a kérdés, hogy ki kürtölte világgá? Ki volt az a szikével is, kipróbálta kiszedni azt, hogy szokott ezen vita is lenni, hogy manapság, meg ilyesmi, meg stb. Hogy ebből azt állítja a, micsoda? Azt állítja az RTL Klub levele. Igen, itt van, adom. Igen, azt állítja az RTL Klub levele, hogy testületesen hangot adott annak, hogy elfogadhatok, sőt, kívánatosnak tartja a
a gyerekek fizikai fenyítését. Na, ma visszajutom a hölgyet, mondom neki, hogy nem tartozik önre a gondolatom, csak szerettem volna körültekintő lenne, hogy nehogy valaki szidja őket azért, mert néha valami elcsattan, meg volt válca. De az én korosztályom az emlékszik erre a dologra. Szóval ilyeneket belebeszélni egy ünnepségbe, belepiszkítani, ki az a mániákus, akinek az a legnagyobb öröme, hogyha kárt tud okozni. De kedves szarvasi pedagógusok, most élők és régiek is, nehogy megbántódjanak, mert nem én mocskoltam be az önök nevét, hanem valaki más próbálta volna bemocskolni. Soha sem fogja tudni. Sem az önökét, mert önök az életüket adták arra, mint a szüleik, nagyszüleik, hogy gyereket neveljenek, tanítsanak. Neveljenek és tanítsanak. És ennek rengeteg számos eredménye volt. Én erre vagyok büszke. És köszönöm az elismerést, ami nem az enyém, hanem a szarvasi pedagógusoké, akik csinálják ezeket a visszaemlékezéseket. És fogunk csinálni egy 300 éveset is. De az igazsághoz, mert az igazsághoz mindig hozzátartanak a negatív dolgok is, hogy voltak idők, amelyekre nem vagyunk büszkék a gyermekvédelmet illetően. Fölvetődik a következő kérdés, kiküldte, hogy kinek okoz ez örömet? Hát ez jó kérdés, hogy vajon kinek. Mert egy Erdély Klub ebből témát csinál, de kinek okoz itt köztünk? Nem az első alkalom. Mit akart elérni, az a kérdés is felvetődik. Tessék mondani, rossz hírünket kell tenni. A városnak ennél sokkal jobb a híre. Tudják, mint azt mondta annak egy Gábor Zsasa, tök mindegy, csak írjak róla, tök mindegy, mit írnak. Hát azért nem teljesen mindegy. Ja. Szóval én nem szoktam átkozódni, és ha így folytatja, akkor csak ilyen sikerei lesznek vannak, aki ezeket így metéri, metszi, meg kiszabotálja, és tudom őt sajnálni érte. Mert akkor megreked annál, hogy a mások bosszantásából, vagy a mások ingerléséből lesz csak sikerélménye, nem tud alkotni. Tudják azt, hogy mi benne vagyunk. Ebben a 19 kötetben a mi tanáraink, nem az enyémek, mert én ugye a személyes példám. Nem kettő, nem egy tucat, 80. 80 pedagógus. Ennek a városnak Debrecen mellett van a pedagógiával híre. A Nyilas-Misi városában. Szóval azért gondolják el, hogy ez rang. És ide jönnek, és azt mondják, hogy köszönjük szépen. És Marika pedig szervezi ezt az egészet. Gondosni Marika. Szóval nem egy szép dolgok alkotnak. Mert azt mondja az érem is. Azt mondja, és igaza van. Aki emlékezett, mint az emlékezet értéket ment. Ez így van. Ez egy igen, én szoktam, ugye furcsa volt azt mondani, hogy a történelem az nem csak múzeum. És egy múzeum nem csak a történelemről szól, hanem tudásról, eredmény, sikerről, bánatról, tudományról, sok egyéb másról, nem csak a múltról. Érték az, amit ők elértek. És embert faragtak ilyen sok emberről. Ebbe csúnyán belepiszkítottak. Én tudom sajnálni tényleg azt, aki úgy gondolja, és most ne arudjanak meg, de én most mentalitásról beszélek, mert ugye ma a internet világán is ezt is fel fogjuk olvasni, nagyon könnyű pálcát törni valaki feje fölött. Nekem Mária néni a diakonissza azt tanította, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. Légy megbocsájtó. Belém nyugodott. Nagymáma veszekedtem ez a megbocsájtáson, de ő is ismerte a dolgokat, és tudta, hogy milyen tanácsot kell adni. Mondta, hogy kisfiam, azt mondja, hogy bocsáss meg, de azt nem mondta, hogy felejtsd el. Szóval azért voltak köztünk annak ilyen teológiai viták is nagyanyámmal. Most akkor nézzük meg, hogy mi tört egy nagyon kedves hölgy, akit próbált Viktor legyomozni, de azt mondta, hogy ez egy ilyen névű három van. Ha lenne szíves ezt majd szintén tagol felolvasni, hogy milyen visszhangja volt helyben. Mert Jani ugye kapott egy olyan hívást, hogy polgármester küldölteti a gyerekeket. Igen, ezt a Dunántúról vasárnap délután kerestek ezzel. Szóval, szegény Lucia azt mondja, hogy biztos te nem is így mondtad, mert az nem létezik. Na persze, de hát ő féltett engem. Azt mondja, ki az a... Na nem mondom el a további véleményét. Igen, na. Kit kell beperelni? Ugyan már. Nézzük a következő levelet, tehát tisztelt Babák Mihály úr, engedje meg, hogy nyílt levelemmel kifejezésre juttassam azt a mély megdöbbenést,
és csalódottságot, amit az ön szavai okoztak bennem, amikor arról beszélt, hogy fizikai fenyítésre van szüksége egy gyermeknek, felkiáltója. Ilyet mondtam, ugye? Nagyon kérem, hogy mielőtt ilyen a saját jó élménye alapján megfogalmazott hasonló cselekedetre buzdítja a nevelőket, szülőket, pedagógusokat, először szakmai érvek mentén tájékozódjon arról a traumáról, amit például lelkileg okozni tudnak egy gyermeknek a testi fenyítésén keresztül. Számos tudományos értekezés áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy könnyen belátható legyen, maradandó károkat okozunk a gyermek pszichés fejlődésében a fizikai bántalmazással. Felkiáltója. Nagyon kérem, fontolja meg, hogy szakemberek, pszichológusok bevonásával, például 2021-es év pedagógus nap alkalmából egy továbbképzési alkalmat ajándékoz a város nevelőinek, aminek a témája lehetne például az agressziómentes nevelés, vagy lehetne ez egy asszertív kommunikációról szóló tréning, vagy bármilyen a mai tudományos kutatásokon alapuló szakemberekkel egyeztetett szemléletfejlesztő továbbképzés felkiáltója. Amennyiben ezt jó ötletnek tartja, nagyon szívesen összekötöm neves hazai szakemberekkel, akik jártasak a felnőttképzési területen is, és akikkel a részletekről egyeztetni lehetne, felkiáltója. Bízom abban, hogy lelkiismereti kérdést generáltam önben, és gondolatokat ébresztettem arról a számos gyermekről, akinek most az ön biztatása miatt vöröslik a hátán a tenyérfolt. Kérem, hogy fontolja meg kezdeményezésemet, felkiáltója. Tisztelettel, Bíró Fanni. Szóval azért kezdeszor se gondolják, eljutottunk odáig, hogy gyereknek már vöröslik a háta a tenyér rácsapásra. Jó, hogy vér nem folyik. Jó, igen, majd... ez a magyar sajtó, és ezt lehet írni. Mit ír a Fanni? Azzal kezdi, hogy mély megdöbbenés. Hát kedves Fanni, ha létezik ilyen név, tudnék három van a városban, nem elérhető ezzel az e-mail címen, nem található, mert ugye face-to-face nyilvánosságot nem változ, miután nyílt levélről van szó, én úgy mondom, hogy ha ezt én olvasom, akkor nem nyílt levél, hát hallgassák meg önök is. Úgyhogy kiadtam a képviselőknek is, azt mondja, az önszavai okoztak bennem, amikor arról beszélt, hogy hogy fizikai fenyítésre van szüksége egy gyermeknek. Tessék mondani, mondtam ilyet. Hát én úgy emlékszem, hogy benne voltam az elvások közül, ne hazudj. Én úgy megtanítottak erre, nem szeretek hazudni. Még ha kellemetlen az igazságok is el szoktam mondani. Úgyhogy volt a mi időnkben ilyen, és ez nem tompítja a szarosi pedagógusok értékét, mert a történet bizonyította, Tesedytől kezdve, aki volt az első nagy pedagógus, és a városnak, bár azt mondták, hogy volt más lelkész, és volt más is kiváló pedagógus, mondtak előtt a nevet is, ugye, de most nem fog vitatkozni, mert ez az én szakmám. De most maradjunk Tesedytől. Na most akkor arról van szó, folytassuk a következő. Kérem, hogy mielőtt ilyen saját jó élménye, hogy ne, nekem az élmény volt, meg egy gyereknek élmény, hogyha valami konfliktusa van, alapján megfogalmazott hasonló cselekedetekre buzdítja a nevelőket, szülőket, pedagógusokat, először szakmai érvek mentén tájékozódja arról, a traumáról, etc., amit mond még. Szóval, még egyszer ismétlem őt, azt mondja, hogy nagyon kérem, hogy mielőtt ilyen saját jó élménye, az ember tud ilyenkor mondani, azt mondja, hogy szerette a tanárait, és tényleg fontosak voltak, és tényleg egyébként szerettek nekem. Szegeden is nagyon jó tanárom volt, sőt, egyetemre jártam, ott is kiváló embereket hallgattam meg, és nagyon büszke voltam rájuk. Érdemes volt elmenni órákra, mert tudtam értékelni, hogy és volt, aki drukkolt nekem középiskolásban, amikor falusi gyerekként ott voltam Szegeden, hát nekem az örök élményem volt a Plecsni, akit így hívtak a kollégák, a többi tanultársam, aki megtanított díszletet tervezni és rendezésre vitt ki színházba, a Nemzetibe, a Szegedetbe, és bankban díszletet kellett csinálnom, és elfogadta, és tetszett neki, és jó. Szóval én nem tudom. És akkor azt mondja, hogy jó élménye. Nekem rengeteg élményem van. Hál' Istennek is jó élményem, és jó szívvel emlékszem rájuk vissza. És szeretettel emlékszem rájuk vissza. Buzdítja a nevelőket, tehát hasonló cselekedetre buzdítja. Szóval én arra mondtam, meg kell verni, és még buzdítom is őket. Szóval szülőket és pedagógus, először szakmai érvek, stb. Nézzék, én vagyok szakember ebbe a kérdésbe, bár igyekeztem sok mindent megtanulni ebből is.
mert hogy nem volt egy egyértelmű, különösen mikor polgármester lettem, úgyhogy rendet sikerült tennünk sok kérdésben. Számos tudományos értekezésre, rendelkezésre, hát ez a szakma gyakorolja és az ő dolguk. Szeretném mondani, hogy van gyermekvédelemről szóló törvény. Aki azt megsérti, az törvényt sért. Na most, hogy én nem mondtam itt senkinek sem ebben a köszönésben, és Miska bácsival, aki egy tüneményes tanár, és fantasztikus ember, és debreceni, és Marika ott van mellette, és ők értékelik, hogy mi, milyen múltja van a városban az oktatásnak, és akkor ebbe így belepiszkít valaki. Szóval én nem vagyok fölháborodva, csak nagyon bánt, hogy ilyen emberek vannak. Tetszik tudni, talán neki kéne ezt a pszichológiai dolgot és ezt a tanulmányozást folytatni. Igen. És akkor azt mondja, nagyon kérem, fontoljam meg, hogy a szakemberek pszichológusok bevonásával 2021-ben. Kedves Fanni bíró, tessék elmondani, Szarvasváros képviselőtestetnek van-e köze a közoktatáshoz? Egyetlen iskolák sincsen. Bár közoktatásnak minősül, az óvoda, egy óvodánk van. Kedves Fanni, miről beszél? A fenntartó felelősséges jól csinálják. Mert majd később beszélünk, hogy több fenntartó sikert králni, és nem csak államiskolra, városba is választási lehetőség van a szülőknek. Azt mondja, hogy ez mert tovább, hogy pedagógus nap alkalmával azt a munkáltatónak fantasztikus ötlet, és köszönöm szépen, hogy pedagógus nap alkalmával kapjanak ajándékot, meg hasonló dolgokat. Csak én óvnám különben az igazgatókat attól, hogy aminek témája lehetne az agressziómentes nevelés. Hát ezek a pedagógusok ezt régen tudják itt ebben a városban. Minek nézi a mi pedagógusainkat? Mert maga az ötlet az kiváló, kedves Fanni, hogy jutalmazzuk meg. Meg kéne először is fizetni őket, most már kezdik fizetni. Nem úgy, mint a régi világban, a rendszerváltást megelőző 90-es évek, nem is fogom kimondani többet. Előtt, hogy még fizetségük se volt, hát a pedagógus szakma szegénység. Tudom, hogy degradált a szakma, mert könnyű diploma volt, mert senki sem volt, és utána jöttek megint a jó szakemberek. Itt mindig jó szakemberek voltak. Azt mondja, és ami még érdekelt, például a agresszívmentes nevelés, vagy lenne egy agresszív kommunikációra szóló tréning. Most akkor elemezzük a mondatot. Agresszív kommunikációra szóló tréning. Kedves Fanni, ön agresszív kommunikációs tréninget akar ajánlani? Ön ebben részt vett, csak valahol nem jó helyen használja a fogalmakat, tudik? Én tudom, ami képzavar van. Képzavar van. Szóval ön beszél arról, hogy agressziómentes nevelés, vagy lenne egy agresszív kommunikáció, lehet, hogy asszertív, nem tudom kiolvasni, szóló tréning. Nem pontosan értek ezek a szavak, az igen, maradjunk annyiban, nem bántam meg őt, amíg aztán azt mondanák, hogy hülye vagyok ehhez. Valami tudományos kutatás alapú szakemberek helyezhetett, személyfejlesztő továbbképzés. Ezt minden iskola fenntartó teszi, és ebben jól állunk. Jól állunk. A családoknak kéne egy kicsit gyereknevelést tanulni alkalmasint, és nem az agresszívet. Na jó. Itt valamit félreolvastam, ez az asszertív, az más jelent, mint az agresszív, de nem ezért nem szabad sose indulatból semmit sem olvasni. Bocsánat, kérek érte. Amely jó ötletnek tartani, hogy szívesen összekötöm neves hazai szakemberek, akik jártassak a felnőtt képzési területeken is. Köszönöm szépen, de az igazság, hogy felnőtt képzéssel, szakmunkásokkal és egyéb más kérdésekkel foglalkozunk, úgyhogy nem feladunk és nem kontárkodunk bele más fenntartó és más szakmai grémium munkájába, tegyék a dolgokat. Ezt mondtam, és ez volt, hogy még biztattam is, hogy Marikáék tegyék a dolgokat a további kötetek megjelenésében. Szóval belemagyarázni, hogy püföljék a gyereket, és ezt így értelmezni, hát ez már tégbe kiáltó hazugság. Nem szégyelik magukat, hogy így tudnak füllenteni. Nem akarok hazugságot mondani, mert az nem szép szó. Azt mondja, bízom abban, hogy lelkismeri kérdést generáltam önben, és gondolatokat érveztem arról, hogy számos gyerekről, akinek most az ön biztatása miatt, meg is vádol, vörösödik a hátán a tenyérfolt.
Na most hát tessék, hagyni engem, bocsásson meg. Ez már tényleg több a kettőnél. Kicsit elrugaszkodott az Walter. Igen. Szóval én tudom, hogy sok mindent be lehet magyarázni, de a dolgokat szabad körbejárni. De ez az ünnepség nem arról szólt, hanem arról szólt, amiről beszéltünk itt. Tetszik érteni? És arról, hogy e tekintetben a múlthoz is hozzátartozik a történelmhamisítás, az irodalomhamisítás és a makarenkói nevelési elmélet, amelyek hál' Istennek már nincsenek, és oroszok sincsenek itt nálunk, úgyhogy. Szóval odáig eljutni, hogy a napokban megjelent újságcikkek szerint ön október 25-e testület ülésen hangot adott annak, hogy elfogadhatónak, sőt kiváltosnak tartja a gyermekek fizikai fenyítését. Hát, ha látták ezt a felvételt, és ebben az van, hogy elfogadhatónak, sőt kiváltosnak, itt meg azt mondja, hogy már a hátukon vörös folt van, és hogy biztattam az ön biztatása miatt. Hát tudják, na, szerintem ezt túlbeszéltük, ennyit nem ér meg az egész dolog. Csak annyit... elemeznem kellene szakmailag, akkor az dörzsöltebb az RTL-es levél, mert ugye az egészen másról. Igen. Másképp fogalmaz. Megértem, megmondtam a hölgynek, mert beszéltem vele, hogy neki hírt kell csinálni, meg cirkuszt kell csinálni, mert ez a sajtó manapság dolga. Ezért kell. Én szeretném elmondani ennek a hölgynek is, a Fanninak, hogy talán rossz adókat és rossz sajtóterméket olvas. Nem kell egyéb hozzá, mint egy rossz indulatú ember, aki bele akar és ki tud metszeni valami olyat, ami félreérthető, és talán ebből félre is magyarázza. Na így keletkeznek ma Magyarországon a hírek. Mikor egy ünnepségről van szó, egy nagy tisztességről, hogy Debrecen városa fontosnak tartja Szarvas városát is. Igen, igen. Hogy ennyi pedagógusról megemlékezhetünk, és történet van, és ezek a könyvek, a 18 kötet a megye értéktárában is bekerült. Szóval nézzék, mi elértük az eredményünket azzal, hogy mi ott vagyunk az értéktárban. Bocsásson meg ezekre a reklámokra. Hát nem igazán van szükségünk, de nem engem járatnak le, nehogy is higgyék ezt a mi közösségünket. Ez pedig senkinek sincs jogában. Szóval aki ne bontson, aki egy téglával nem építkezett. De mondja el őszintén a vélekedését. Megfontolom, de azért tudják, nem leszek görcsös a testületülésen, hogyha valamiről véleményem van, nem tudják belém folytani a véleményüket. A sikertelen emberek szoktak mondani ilyeneket, meg ilyenben kiélik magukat, de ez nem siker, ez a siker. A könyv, meg Marikáik munkája, amit kértem, hogy folytassanak is. De hogy én verésre biztattam ott a pedagógusok. És kívánatosnak tartom. Igen, igen. Megkaptam a Fülöp Mihály úrtól a elszámolást is. Igen. És akkor nézzünk egy más dolgot. Bocsássam, hogy leragadtam a dolgnál, csak ez... Példabeszéd volt arra is kielemezni, tájékoztatni, bocsánat, hogy hogyan mennek a dolgok ma a mainstream, ugye micsodánál, sajtónál, hogyan kell hírt csinálni valamiből. Aztán ki csinálj rosszul, ki csinálj jól, nekem tök mindegy, egy a dolog lényege, hogy ettől nekem még az életkedvem sem fog elmenni, mert ugye gondolkodtunk azon, hogy mi a szándéka, ugye nem tudtam megválaszolni rá. Vagy nekem, vagy valakinek el akarja venni. Ha összeomlik a feje fölött az ég, akkor is ez a mi közösségünk, még ebben a vírusos helyzetben is, a vírusban is sikerre van ítélve. Jó, ha tudja. Jó, ha tudja. Mert meg fogunk tenni mindent. És nem én, nem. A közösségünk. Itt 15,5 ezeren. És csodálatos gyerekeink vannak, és nagyon jó iskoláink. Azért még egy-két dolgot azért el kell mondanom ebben az ügyben, mert volt, amit itt föléjeztem magamnak, hogy mit csináltunk mi a sikerességben. Szóval, kedves szarvasiak, elsőként volt az országban családsegítő és gyermekvédelmi központunk. Pontosan. Most pedig járási van vadonatúj is kocsolatos feltételekkel. Magyarország először volt pedagógiai szakszolgálat, ami működik most is, úgyhogy nem én kellek. És a családokra kell üljenünk. És miről szól a történet? A pedagógusok rendben vannak. Ott a szakmai vonal fenntartó biztosítja, és a napra készséget, és Zsuzsa néni, meg a többiek, a Gál Ferencesek, meg a főtériek toppon vannak a szakmában, higgyék meg.
Tehát először volt gyermek, család és gyermekvédelmünk és pedagógus szakszolgálatunk. És nem fogják elni azt sem. Az első között voltunk a tanodákban és, ja, és a biztos kezdett gyermekházban. És ezek az ügyek nem az iskolai nevelésről szólnak, hanem a családi nevelésről. Pontosan. Mi pontosan tudtuk, hogy mit kell tennünk az érdekében, hogy a gyerek ne sérüljön lelkileg. Még hogyha itt agressziónak olvastam. Már a tanodákat emlegetjük, akkor hozzáteszem, hogy az OK-i is, tehát a nem reguláris képzésben, az OK-i is képzés során a szociális gondozásban elsőként vezettük be a romológiai modulokat. Az azt jelenti, hogy... Tudnék, a színással nem érünk el semmit, igen, ha megpróbáljuk tanítani. Igen. Akkor tudunk felemelkedést biztosítani, és akkor nézzük meg, hogy milyen iskoláink vannak. Szóval a Benkánk evangélikus, a szlovák iskolának az anyámat szitták, mert rábíztuk, és nem egy hozzá nem értő, ugyan volt a testület mindig egy-két igazgató vagy pedagógus, de nem egy hozzáértő testület dönt, hanem szakemberek döntenek és fenntartók, úgyhogy ezért bíztuk a szlovákokra. Volt, aki nem értette, azt sem, mondom, hangosan anyukámat szitták, és átadtuk, és szeretnek ott lenni, és jó. Szeretik a szülők, a gyerekek is szeretik az iskolát. Hát mondják egy nagyon sikerélmény, nem kell hozzá. Hányan szittak a gimi miatt? És képzeljék el, a gyerekek szeretik, a szülők is szeretik, és a pedagógusok is szeretik. Szóval akkor, és jó helyen vannak, és tele vannak sikerrel. Előtte meg egy lapos, megszűnőben lévő iskola egy év folyamon ment fölfele. Most pedig a három kevésnek tűnik, de nekünk szarvasoknak elég ennyi. Úgyhogy van a Benkánk, van a szlovákunk, van a Gál Ferencünk. Aztán van a Klebersbergesünk, mert ugye nem szerettük volna, hogy egy stílusú iskola legyen csak Szarvason. De Szarvas iskola város volt. És utána megszűnt gyengélkedett a szarvasi felsőoktatás, hogy iskolaváros maradjunk, akkor a szakképzést vállaltuk, mint a jövőt, meg a munka tiszteletét, ahogy Tesedik is csinálta. Ezért a székelynek privilegizált körülményeket igyekült biztosítani, nem mások terhére, de vadonatúját kapott a gimnáziumunk is. Szóval a Klebersberg maradt a főtér és a művészeti iskolánk. Ugye? Úgy van. Tehát nem egy pólusú. A szülők tudnak választani, és kiváló tanárok, mert versenyhelyzet van, és azt tudtuk, hogy ebben lehet, hogy ki a jobb. Mindenki valamiben jó, és nagyon jó, mert tele van az újsághírekkel, a sikereikkel. És akkor kinek van egy felelőssége? Hát a fenntartónak a pszichés ügyeket, meg a testi traumákat illetve nem egy polgármesternek. Hát nehogy belebeszéljek már ilyen dolgokba én. Ott van a fenntartó, az SMK és a szakmai kollégium. Államnak biztosított, és van családsegítőnk és pedagógiai szakszolgálatunk. És van védőnői szolgálatunk is, amely szintén a gyerekvédelemről szól. És akkor ugye beszéltem a székerről, hogy egy nagy iskolánk van, amely nagy hívás erőt van, mert a mai világban szakképzésre megfelelni, a gyereket a munkába, szakmába vinni, hát nem egy egyszerű dolog. És akkor még beszéljünk arról, hogy mi a város feladata, és mihez van egy polgármesternek, amely nem úszít senkit sem, ugyanis az igazság, hogy a szarvasok nem kutyák. Teszik érteni, úszítan lehessen őket. És ha valaki azt feltétlenül magyar kutyának is úszítan lehet, akkor azt is felejtse el. Hát vannak, akiket lehet így fölhergelni, ez egy más dolog, ez szebben hangzik, meg rossz sajtóterméket olvasnak, mögötte háttékkal manipulálják az ügyet, és ilyen felfújt dolgokat csinálnak, hogy egy ünnepségen, megremített dolog, csak azért, mert így volt kerek az ügy, így sikerült. Tehát akkor most mi a mi dolgunk Szarvason? Van egy bölcsődénk, amit mi üzemeltetünk, van egy óvodánk, van egy gyermekélelmezésünk, most nem tudom, mit írtam ide föl magamnak. Nem tudom. A gyermekértkezhetés, bölcsőde, óvoda és... Családsegítő. Azt nem, azt ezt művelet üzemeltetjük, de nem kifejezetten mondjuk, de igazán is kiszolgálva, de a gyermekintézmény a bölcsőde meg az óvoda. Tehát nincs kompetenciám. Úgyhogy szívesen képeztetném, de nem juhatok át az igazgató meg a fenntartó feje fölött, hogy én pedagógus napra tanfolyamot fogok ajándékozni. Bocsánat kérek, jó ötletnek tűnik, de nem az. Tudnék belekavarnék a mások munkájába, azt még nem teszem. Pláne olyan az, amiben nem vagyok profi. Igen. És a Klebersberg a főtér és a művészeti, és
még van egy ilyen dolgunk, hogy mi működtetjük, takarítsuk, mert ragaszkodnak a művészeti, meg a főtéri, hogy mi takarítsunk és mi üzemeltessük a tornatermet. Na szóval ez a helyzet, hogy nagyon nem tudok ezzel a levéllel semmit kezdeni, és jó, hogyha mondjuk ez a hölgy, ez a magát elnevező hölgy, úgy bejött volna, vagy éppen felé, hogy Misi maga ezt komolyan gondolta, vagy polgármester maga gondolta? Nem gondoltam komolyan, nem, eszembe sincsen. Na akkor hol tartottunk? Ja, és akkor a beruházásokról még annyit, hogy nem tudom, látták-e? Van egy jó fotónk, ez az új Tisza híd. Hát ez is épül. Nem sikerült hosszú éveken keresztül, elkezdtük 98-ban Domokos képviselő úr a gyorsforgalmút. Először egy Tiszaúti hídat sikerült kijárnunk, most pedig sikerült a magyar kormánynak az M44-es, most készen lesz a Csaba környéki szakasz, és már épül a híd. Nagyon szép híd épült, ez is siker, jóval tudják. Nem tudom, neki hova tűnt a pénz, de most van pénz, sok mindenre. Akkor ebből mehetünk. Események most már végeznünk kell, de vannak olyan dolgaink, amit szóvá kell tenni, csak azt nem tudom, hova tettem. Egy a dolog lényege, hogy a Szarvas Televízió és a Cervusz Teátrum is, és a szerkesztőség gondoskodni fog arról, hogyha lehet, akkor, és lehet majd kívánságítást csinálni, hogy mit szeretnek nézni a régi archív felvételekből. Nagyon sok archív anyaga van a Körös TV-nek, amit karácsonykor meg a hosszú estéken nézelődhetünk, és szívesen megnézünk szarvasi eseményeket a Szarvasi Televízióban, vagy pedig a Körös Televízióban, hogy kérem nézzék hirdetmény, pedig arról szól, hogy november 25 napjáig várjuk a véleményüket. Vannak ilyen agyaggördök, ahol ilyen üdülő falukat akarnak csinálni, és nem tudunk elnállni, mert lehet. A rendezési tervet ők fizetik ki, úgyhogy valaki meg akarja nézni ezekkel kapcsolatos terveket, akkor a Városházán, és ott megnézheti. És aztán van benne lesz az újságban is, az önkormányzat település rendelési dokumentumok elektronikus elérhetősége megtalálható, és ha valakit érdekelnek ezek a területek, ezek magán kezdeményezések, de van nekünk is egy olyan projektünk, amelyben a Táncsistó környékét és mást is üdvözletté kívánunk nyilvánítani, mert nagyon nyomás rajtunk, és nem látjuk különösebb képen, mert úgyse tudunk sokáig elnállni. Szóval a lényeg az, hogy ilyenkor meg kell hirdetnem azt, hogy önök hozzászólhatnak. Most személyes alkalommal nincs lehetőség, felütik, ezt apot meg akarják nézni, elküldik interneten a véleményüket és rögzítik, és a városfejlesztők meg az engedélyezők ezt mind el fogják olvasni, megkapják önöktől. Ezt szerettem volna bejelenteni. Bonyolult dolgról van szó, de azt hiszem érthető. Akit érdekel az üdvözletek fejlesztése, azt kérem, ne kímélje magát és repüljön rá a dolgra. És akkor el szeretném mondani, hogy még a pénzekhez tettem, csak onnan kiesett, hogy a Gróf Bózda Pál táblájának a domborék elé. Béza. Nekem ide Bózda Pált írtak. De ez a Bástyán lévő. Igaz, pedig a Géza. Az a tűzoltó, úgyhogy a számla rossz. Igen. Majd szó neki, javítsák ki rajta. Igen. Géza. Megkereszteltük. Nem, ők keresztelték el. Na, úgy értem. Demeter és társa Kőfaragó. Vízszínház Bástyán lévő Gróf Bózda Géza, domborműnek táblája 150 000 forintba került. Igen. Pontosabban 150 800. Igen. Ezt a költségvetés által, tehát szorosváros képviselőt esetre. A Gróf Bózda Géza pedig azt a Barázda Bilegető társaságból, akit csak szeretetből emlegetni, a hagyományozó gazdáink hozták, de azért a város is vezetett a magáit. Ezt is még elmondtam, és most már nagyon-nagyon be kéne fejezni. Igen. Igen, ezt megtaláltam azt a jó hit, mert az intézmény köztettem. Akkor egy jó érzelmény. Mégpedig annyi, hogy kedves doktornőnk, gyerekekvár, gyermekorvosunk. Gratulálom. Mint én is. És akkor azt mondta, és azt kéri, hogy december 1-től jövő június 30-ig terjedő időszakra távolléte miatt dr. Igrici Zsuzsanna és dr. Döncő Margit csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosok látják el a feladatot. Úgyhogy kedves szülők, van még idő december 1-ig, de sajnos változás lesz egy bő fél évre, mert
doktornőnk az gyermeket vár, és nagyon fontos az életében. Bizony. Nem tudtam mit csinálni, a megállapodást aláírtuk, és elfogadta a felkérést Zsuzsa asszony is, Zsuzsa néni és Margit doktornéni is, és módosítottuk a feladatási szerződést, amit mi kötöttünk velük, és muszáj ezt a tudomásul venni. Pontosan. Jó Isten tartsa meg kedves jó szokását, és igyekszik vissza, hogy a körzetét ellássa, de két doktornő fog a gyerekeink házasságokon. A szociális munkanapja volt mostanában. Engedjék meg, hogy a nyűgös öregek nevében is sok szeretettel köszöntsem, és elnézést kérek, hogyha néha bosszantottuk az időseink részéről a gondozóinkat, a szolgáinkat. És ha már napokat emlegetjük, akkor ne felejtsék el az urat, hogy holnap reggeltől estig Erzsébet napja lesz. Sógor nem is, az meg még bezsel az ipart, repucza kettőből. Soroljuk az összes zsókát. Igen, mert akkor nem megyünk haza sose. Holnapra marad majd itt egy-két dolog, amit el fog mondani a rádióba. Kérem, hogyha megtisztelnek minket, akkor pályázókról is szívesen beszélek, mert Bődi Jancsi is pályázik, aztán a belügyminisztériumban, ezt már muszáj elmondanom, hogy belenyúltunk abba, hogy van ilyen illegális szemét felhasználás, és a kincstár átvizsgálta, kért egy-két kiegészítést, 9 millió 900 ezer forintra pályáztunk, ezt pedig csinálta a Karsai Béla városigazgató, ezt a pályázatot a belügyminisztériumban, hogy takarítsunk egy-két romot, meg romos helyet, úgyhogy lehet, hogy sikerül gyorsan pénzt szerezni, és akkor rendeztettek Kacsató, Környékén és máshol is a városba, és Bődi Jancsi pedig elküldte, hogy mennyi pályázatot adtak be, hármat többek közt a baráti kör, amiről tudni kell és majd segíteni kell, és nagyon közteletről pedig annyit, hogy nem fogják elvinni, kocsit is szoktunk elszállítani, most legutóbb egy kocsi elszállítása Jókaimor 84-ről 21.900 forintba került, és azt is el kell mondanom valakinek, lótartás miatt 600.000 forint bírságot szabtak ki, úgyhogy tesszük-vesszük a dolgunkat. A többit majd holnap, úgyhogy köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne értékeljék túl ezt a dolgot, de sikerült egy picikét megbolygatni a lelkünket. Nem tesz jót nekünk, és ha lehet, én kérem tisztelettel arra, aki így néha bele akar piszkítani a kivilágba, hogy más örömet keressem, és az akkor egészségesebb az egészségesebb lesz ő is, meg minden más. Mert ez nagyon csekély dolog, hogyha mocskolódással, meg piszkálódással itt most érdemeket akar, mert ezt senki sem fogja ismerni, a közösség nem fogja elismerni. Nem volt fölháború telefon egész héten, inkább részvét volt, egy párra megjelentek a közösségi médiában, ugye mert mindent meg lehet írni, és mindent lenni, meg névnék, meg anyámjuk el. Szóval azért a mai világban azért, hogy egy polgármester elrendeli a gyerekek verését, mert ugye ideig kell eljutnunk végül. Ez kívánatos. Ez azért elég éles dolog volt. De látják, így történik abból, hogy valamit az ember elmond, és aztán tejtenek mögé egy történetet. És még azt kérdezik, hogy mire gondoltam? Hát nem arra, hogy püfölni kell a gyerekeket, jó? Hanem a gyereket nevelni kell és tanítani kell. Igen. Legyenek olyan jó tanáraik a mai gyerekeinek is, mint voltak a mi időnkben. Csak azt kívánom. Mit kíván? Hogy legalább olyan jó tanáraik legyenek nekünk. És voltak még van egy dolog, hogy nem csak a szülőnek kell ezt elmondani, hanem mindenki másnak, hogy gyerekkel találkozik. Hogy szívéből, lelkéből szeresse a gyereket. Ahogy Jézus is kérte, hogy engedjétek közelembe a gyermeket. Igen, ő nagyon fontos, életünk értelme. Úgyhogy szeressük a gyereket. És ne próbáljunk hírekkel mindenféle kravajt keverni. A mi lelkünkben és a mi környékünkön rend van, béke van, csend van és szeretet van. Az iskolánkban. Tudják, miért volt fontos az, hogy ilyen szerkezet alakuljon ki? Hogy ne csak a tudás legyen a fontos, hanem azt, amit kapunk, a morális nevelés is. Bizony. És kedves szarvasiak, nem fogják elhinni, a morális nevelésben is sikeresek vagyunk. Nem azért, mert egyházi a fenntartó, de valami plusz kap a gyerek. Otthon nincs szüren. Valószínű, hogy a lelkész, vagy az iskolában a tanító tanár picit másként nyúl a dologhoz, több türelemmel, több szeretettel. Meg kell tapasztalni. Mi nem tudjuk adni, akkor adja helyettünk valaki, de adjuk a gyereknek a szeretetet. És a gondoskodást, a törődést és a tanítást is. A nevelés mellett.
egy ilyen szép estéig köszönöm, hogy velünk köszönjük voltak. Hogy... És ha valamit nem jól mondtam, kérem, bocsássák meg, de sem önöket idegesíteni, sem bosszantani, nem szerettem volna, de vannak azért néha ilyen kellemetlen percek, és ne hagyják, hogy elrontsák a kedvüket. Tudni, erre mennek ki ezek az emberek. Ezzel együtt van egy mondás. Szép est, igen. Ne akar magasabb lenni a hegynél. Te össze fogsz menni, de a hegyes sose. Nem csak a földrengés van. Úgyhogy igen, nem kell valami magasabbra kívánkozni a hegynél. Igen, igen. Van egy másik költő, aki azt is mondta, hogy a víz elmegy, a kő marad. Igen. Igen. Azt mondja, szándékosan, politikai okból, közvélemény félrevezetése céljából, becsület csorbítására alkalmas, hamis BTK. Tudom, föl lehetne jelenteni őket, úgyhogy aranyos vagy, Viktor. Ezt írták nekem, hogy ez mire volt alkalmas, amit csináltak. Egy ünnep kapcsán, egy elismerés kapcsán. Marikáék és Szarvasi Pedagógusok 50-nek a sikere, amely 90 vagy 80, 90 pedagógusról megemlékezett. Belekever egy ilyen dolgot, szóval én nem is értem, hogy... Szóval, igen, ez az. Szóval én az egészhez... De nem mondj semmit, elfogult vagy esetleg. Én csak egy tény mondatot mondok, én nem ehhez. Csak annak idején megkérdezték a haza bölcsét Deák Ferencet, hogy ha rajta múlna, akkor mit tenne a aktuális sajtótörvénybe, akkor az öreg Deák azt mondta, hogy csak egyetlen egy mondatot, hazudni pedig nem szabad. Hát, igen. Ez megfontolandó lenne azért. Nem, nagyon belém verték a tanárok, idéző, bocsánat, meg most hülyeséget beszéltem. Nagyon belém nevelték, hogy, és benne van ugye sok minden intelemben, hogy ne hazudj. Még a kisdambosok kantjából is benne. Szerintem volt ilyen, igen, hogy valami ilyesmire emlékszem. Kisdambos mindig igazak mondani. Igen. Szóval nem verték velém, bocsánat, szóval nem erről szó történt, de megtanultam, hogy nem illik hazudni. Meg a hazug addig jár, mint hogy mondják ezt a korsók útra. Hamarabb. Utolérik a hazug embert, a sánta kutyát. Igen. Igen. Addig jár a korsak útra, még el nem törik. Igen, igen. Az is van. Az igen. Is van. Szóval vannak jó igen közmondások, ne akarj magasabb lenni a hegynél, meg tiszteld mások véleményét, azt nem biztos, hogy el kell fogadnod, azt senki se kéri tőled. Én tisztelben tartom ennek a kis hölgynek is, ennek a Fanninak, aki nem tudom, hogy Fannia valójában semmi, meg a másiknak is, hogy munkája van. Én ennek a Magyar Évának, aki az RTL-ben dolgozik, neki munkája az, hogy ripacskodjon, de ez a magyar sajtó, igen, szóval... Igen, igen. Egyszer mondtam, hogy ott már az Dörzsoltán megküzdem, mert ő hivatkozott arra, hogy a megjelent cikkekre hivatkozott. Tehát nyilván addig már Dörzsolt volt, mert ugye ők kreálták ezt egészet. Amikor az ember ostobán viselkedik, aztán volt nekünk Salgó Pista, aki azt mondta, hogy ne felejtsük elmondani Burgulya Pista bácsit. Voltak még sokan, akik minket neveltek, de attól függetlenül, hogy voltuk. De emberré neveltek. Emberré neveltek minket, úgyhogy én Kepélyes Mondival találkoztam, Csibivel ma este. Mi mai napig emlékszünk Kelemamára, aki nevelt minket, és a lelkes Pali bácsi, aki vigyázott ránk meg, az öreg Bungészra. Ezek olyan nevek voltak akkor. Elvisz a Csepregire? Igen. Hogy? Az fizikatanár volt, és ott lakott a mostani fogtechnika helyén. Aztán Patak, az öreg Pataki. Igen. Hát na, még aztán az úrcsarkos ember. Igen, igen. Katonás ember. Ugye Kelne Margit nénéről mindig az jut eszembe, hogy ők dinasztikus családja, igen, módon élték meg a neveléstudományt, hiszen az ő feje, az ő veje volt, bocsánat, minden idők egyik legnagyobb igazgatója a tanárképzőnek, Moholy Nagy Károly tanár úr, tehát nem is sajnálom. Szóval úgy gondolom, hogy nekem itt oktatást adni Fanninak a pedagógiáról, Bajcsi, Vajda, meg, igen, meg, igen, meg igen, nem igen, csak Bajcsi, hanem Benka Gyula is, Benka és Solatnám, igen, és Tesserik után. Igen. Ez a szülődók értenek hozzá, én csak főt tudok hajtani, és tisztelni tudom őket, mert szóval nézzék, azt, hogy ennyire tehetséges gyerekünk van, az annak köszönhető. Genetikának is, meg annak, hogy kiváló tanáraink voltak, hogy maradjunk ennyibe. Igen. Ugye megemlítettük kedves Pista, a Borgia Pista bácsit is, Bungészt is, meg több mást, igen, igen, igen. És remek emberek voltak. Igen. Igen. Szóval na, hát ezzel együtt akkor berekeztjük magunkat. Jó kibeszélget. Innen folytatjuk, kedves nézők, köszönjük. Bocsássák még meg. Még egyszer, hogy velünk volt, tartottak, hívtak minket, és nagyon-nagyon bízunk is. És szorítunk Deák Gyurka bátyánknak, hogy igen, aki a
Orvosházam a kórházban. Társaimmal, betegtársaimmal együtt egészségesen. De jó, azt hiszem, te kedves szorosok, hogy vigyázzunk az egészségre. Meg ne fertőződjünk. Mert nem szép dolog, ami egy kórházban van. És megtapasztalhatták a ma estében, hogy a vírus nem csak a kezünkkel, a lelkünket is meg tudja fertőzni. Meg tudja rágni. Ettől is óvakodjanak. Tessék el, aki rossz indulatú, rossz májú, az hamarabb megbetegszik. Így van. Úgy óvodj neked attól, ne betegedjenek meg. Igen. Úgy vigyázzunk. Igen. A lelkünk egészsége... Ha ezt nem hiszik, olvassák el a Mit árul el a betegséget című kézikönyvet. Több címet most nem. Na nem azt mondtam, hogy megbetegszik az adatnak, rossz a lelki világ. Nem azt mondtam, nem. Csak de, hogy vannak lelki... Az előfordul, hogy elősegíti a betegséget, úgyhogy kérem. Nem azt... Egészséges élek, egészséges szellem, bizakodás, remény, szeretetés. Épp testben, épp lélek, mondták. Én szokták, igen. És a jó hiszeműség, a másik ember tisztelete, szeretete. Igen. Pontiné, sose felejtem. Akkor most tényleg berekeztjük magunkat, polgármesterről. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézők, holnap pedig nézzék 14 órától a testületi ülést.